Hello mindenkinek, sziasztok! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek! Na gondoltam, bejelentkezek már hozzátok. Újabb instrukciók, információk. Na, szóval, ami fontos és meghatározó édesdrága szerelmeim, mindenki a Csicsovszki úrnőjósok.hu oldalán tudja a regisztrációját megtenni, amennyiben, ha nem így tesz, akkor nem én fogok neki jósolni. Ez azért fontos, édeseim, hogy elmondjam, mert nagyon sokan még a mai napig nem tudjátok, hogy hogyan és mégis merre. Hello mindenkinek, sziasztok! Mint ahogy több és több élőben megemlítem nektek, hogy nagyon sokan pár perces hírnevet szeretnének a neveimmel, a fotóimmal, tehát a honlapot azért is hoztam létre, édeseim, hogy lehetőségetek legyen arra, hogy bebiztosítsuk egymást, magunkat, az ügyfelet és engem is, tehát ott találhatóak az árak a privát jóslással kapcsolatban. Ezt a valamit innen kiveszem, mert nem jó. Oké. Na, a másik fontos információ, hogy részt tudjatok venni ezeken a közvetítéseken, amit élőbe itt működtetni szoktam, ahhoz mindenképpen követnetek kell ezt az oldalt. Amennyiben, ha bármilyen Csicsovszki úrnő rátok írt, nézzétek meg a követési számot, tehát itt már több százezren követnek ezen az oldalon. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy konkrét nevekkel, keresztnevekkel, vezetéknevekkel támasztom alá, hogy a te történetedről beszélek. Amennyiben, ha a kombinált jóslást választátok, akkor mindenképpen tudnotok kell, hogy ott te adsz egy engedély, tehát az engedélyeddel egy feltérképezést működtetek nálad. A feltérképezések azért is nagyon fontosak, hogy ugye a bejárt utadról beszélek, a felgyülemlő problémák, ami fölötte elsiklottál, és ezekkel kapcsolatban fogom tudni neked mondani a nevek, apai, anyai oldal, örökbefogadott gyermekről van szó, tehát minden egyes instrukciót megkapsz abban az egy órában. Ez azért fontos, mert a jelenethez, a jövődhöz mi az, ami kapcsolódik. Tehát ezek látnoki képességek, ezek különböző karizmákkal működtetem, tehát nagyon fontos, hogy tudjátok, nem mindenki szeretné közhírét tenni a történetét itt TikTokon, tehát az az egy óra, amikor neked beszélek, a te történetedről beszélek. Hello mindenkinek, sziasztok, üdvözlök mindenkit szeretettel, tehát akik nem követnek ezen az oldalon, akkor nem tudnak részt venni az ingyen közvetítéseken, rendszeresen napi szinten, ahogy van időm, beszoktam jelentkezni ide élőbe. Nagyon fontos, hogy tudjátok, ne legyen sértődés, hogyha nem éppen a ti live-otokba megyek be, vagy a másikiba, vagy a harmadikba, tehát mindenhol, ha van lehetőség, akkor meg szoktam jelenni. Hello mindenkinek, sziasztok, nyomkodjátok a lájkokat! Ami fontos, reggel 8-tól 5-ig vannak alapvetően beírva az ügyfelek, ha te például SOS jóslást szeretnél, napokon belül szeretnél közvetítést, akkor azt tudnod kell, hogy mindenképpen a késő délután és az esti órákban tudok veled foglalkozni. Napi szinten vannak SOS jóslások. Itt úgy kell nézned, hogyha csütörtök vagy péntek van, akkor tudnod kell, hogy a következő hétre már nem igen lesz SOS jóslás, mert azon a héten, tehát közvetlenül már lefoglalják az ügyfelek. A hétvégi árak az ugye plusz árakat számolok fel, tehát ott háromszoros árak vannak ugye a hétvégén. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogyha napokon belül szeretnél, akkor a késő délután és az esti órákban tudok veled foglalkozni. A másik dolog, abban az egy órában, amikor közvetítem az életedet, konkrét nevekkel, történetekkel támasztom alá, mindent le kell írnotok. Ha nem írjátok le az információt, nem fogok tudni nektek segíteni. Nagyon sokan nem értik, hogy miért kell beszélnem, az alapoktól számítva az első közvetítésnél, az első alkalom, amikor megkeresel. Azt tudnotok kell, mint egy betegség, mindig a gyökerét kell megkeresni. Tehát a jelened és a jövődbe mi az, ami blokkol? Ahhoz, hogy én el tudjam mondani a te történetedet, főleg, hogy elsőnek megkeresel, akkor nyilvánvaló, hogy a gyökerektől fogom kezdeni a közvetítést. Viszont, hogyha valakinek, például itt van, szia Katika, üdvözöllek, például Katikának, tegyük fel, a Katika nem rendszeres ügyfelem, egyébként rendszeres ügyfelem, például a Katika megkeres, és például a Katikának most közvetlenül a jelenlegi helyzetéhez kapcsolódó történetről kell beszéljek.
az akkor van, amikor ténylegesen segítségre van szüksége, hiszen abban az egy órában maximálisan azt az időszakát, ami előtt áll pár nap múlva, ami bekövetkezik, akkor közvetlenül a legközelebbi időszakát fogom elkérni. Vagyis hát önmagában azt fogják mutatni. Tehát 2 nappal ezelőtt is a múltad, és 22 évvel ezelőtt is a múltad. Viszont akinek teljes mértékig a gyökerétől kell kezdeni a közvetítést az első alkalomkor, annak is oka van. Miért is kell kezdenem a gyökerétől? Mert ott önmagában családon belül vannak azok a problémák, ami önmagában blokkolja a jelenét és a jövőjét. Mindenkinél más. Ez egy türelmi játék. Abból a szempontból értsétek a türelmi játékot, hogy neked mindenképpen hígatnak kell lenned, amikor megkeresel a csicsovszki.jónőjósa.hu oldalán, tehát amikor én felveszem veled a kapcsolatot, engedned kell, hogy én beszéljek. Most az utóbbi napokban volt 2 olyan ügyfelemnél is a történet, hogy leközvetítettem neki a történetet, 3 oldalt írt. Mert ugye fel kell írni, amit leközvetitek. És ahogy a végére jutottunk, közli velem, hogy egy úriemberről akar tudni. A többi nem érdekli. És hát mondtam, hogy semmi probléma nincsen. Hát ha most ő az úriemberről akar tudni, amit önmagában előtte már leközvetítettem, az nem érdekli. Hát jó, hát akkor nézzük az úriembert. És megnéztük az úriembert, aztán utána közölte, hogy a többivel mi lesz. Hát mondom, már 1 óra 20 perce beszélünk. Hát de akkor most mi van? Hát mondom, édesem, nem számolok fel neked plusz 20 percet, de viszont új időpontot kell kérni a továbbiakban, és újra le kell közvetítenem neked azt, amit már leírtál. Tehát remélem, így értitek a konklúziót. Tehát el kell döntened, hogy mit akarsz. El kell döntened, hogy amikor megkeresel, magadról szeretnél tudni, mert ha magadról szeretnél tudni, akkor te ott adsz egy engedélyt, és a te történeteden keresztül fogom végigvezetni a személyeket, akik megszégyenítettek, akivel konfrontálódásod volt, elhunyt szeretteidnek a neve felsorolása lesz. Ez a lényeg. De ha te úriemberről akarsz tudni a kozmikus jóslást válasz, mert nem férünk bele az 1 órába. Na, nem hallottok, vagy mi történt? Írjátok már meg, hogy akad-e, vagy nem. Szóval nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy sokkoló tud lenni azok az információ, amit én átadok egy közvetítésnél, hiszen nagyon sokan nem találkoztatok még olyan személlyel, aki konkrét nevekkel, történetekkel támasztotta alá, hogy a te sztoridról beszél. Jó a hang, oké. Neked se akad, szuper. Lépjetek ki, meg újra be, ha akad. Szóval ezeket azért gondoltam megosztani veletek, gyerekek, hogy értsétek, hogy miből indulunk ki egy közvetítés által, mert sokan ténylegesen nem tudják. Nagyon sokan egy általános jóslást akarnak. Nálam általános jóslás nincsen. Az általános jóslás az a kártyavetőknél van. Nálam alapfelmérés van. Az alapfelmérés, ott konkrét nevekkel, történetekkel. Az alapfelmérés, az általános, a blokkjaid, ami blokkol a jelenetbe. Jó? Tehát amikor konkrét nevekről beszélünk, ezek látnoki képességek. Az általános jóslás, az sima kártyavető, jó, vagy tarókártyás, akkor oda kell menni, ők biztos segítenek. Én konkrét neveket, történeteket mondok neked. Ott leszek, mikor fogtad a gyermekednek a kezét, amikor balesetet szenvedett. Te megúsztad, ő megsérült. Tehát én ezekről a pillanatokról fogok neked beszélni a közvetítéseknél. Sziasztok, hello mindenkinek! Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mi minek a következménye, vagy mi minek a menete. Hello mindenkinek, sziasztok! Ami fontos, és tényleg tiszteletteljes kéréssel fordulok felétek, ingyen, privát közvetítés nincsen. Felejtsétek el! Ingyen, privátban nem fogok senkinek közvetíteni órákat. Tehát amikor én felveszek a cégemhez alkalmazottakat, embereket, munkára veszem fel őket, nem ingyen fognak nekem dolgozni, gyerekek. Jó? Tehát ezt írjátok fel a tükörre, vagy a hűtőre, tehát a privát közvetítések, a privát jóslások nem ingyenesek. Itt, amikor én élőbe bejelentkezek, akkor nagyon-nagyon sok embernek segítek, nagyon-nagyon nagy szeretettel, meghallom a történetét, elkezdem mondani. De 8-tól 5-ig nem dolgozik ingyen senki.
Tehát azért ezt nagyon-nagyon fontos, hogy tudjátok. Az, hogy én rendelkezek ezekkel a képességekkel, azokat erősíteni kell, fejlődök naponta, folyamatosan, tehát erősítenem kell ezt a vonalat, és ettől függetlenül rengeteg embernek segítek ingyen, pont emiatt is vannak ezek a live-ok, hogy az emberek megtapasztalják azt, hogy milyen egy közvetítés, hol hossátok, de ha nem követtek itt a TikTokon, akkor nem, kimaradtok. Kimaradtok az ingyen közvetítésekből. Jó? Tehát, ami fontos, ennek a történetnek, hogy tehát önmagában 24 ezer forinttól 58 ezerig vannak az árak, tehát a honlapon megtaláljátok az árakat, a többi ár mint plusz szolgáltatás. Árakról nem igazán beszélünk itt a TikTokon, de úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja magának azokat a csomagokat, árakat, befetszol magának vagy sem, tehát ez egy szolgáltatás, szóval ezt eldöntheti mindenki, hogy szeretné-e vagy sem. Ezek olyan dolgok, hogy nem kötelező senkinek, viszont az áraim még drágábbak lesznek a következő évben. Tehát minden drágul. Szóval, ja. Főleg, amikor találkozol egy olyan személlyel, aki a te problémádat fogja tudni segíteni, hiszen azt tudnotok kell, hogy helyettem ti se toljátok a bevásárló kocsit, ugye reggel 8-tól 5-ig. Tehát ezek nagyon fontos momentumok, hogy tisztelettel legyünk mindenki felé, tehát nem követeljük ki a másiktól az ételt, nem követeljük ki a másiktól a jóslást vagy a közvetítést. Tehát ezt azért szerettem volna elmondani, hogy tudjátok, hogy hogyan működik. Ha te tisztelettel vagy egy olyan személy felé, vegyünk egy fogorvost. Mit tudom én, még mielőtt beülnél a székbe, hát elkezded ott mondani neki a Úristen, hogy nézel ki, leszakadt a zseb, húha, izé. Nem. A tiszteletet mindig meg kell adni, édeseim. Mindig. Hiszen ő fogja a fogadat csinálni, ugye? Tehát az ingyen közvetítések mindenkinek elérhetőek, tehát pont ez a lényeg, hogy nagyon sokan, akik nem tudják megfizetni, ezért vannak a live-ok. Ezek a live-ok, amikor bemegyek vendégkérelembe, beszélgetünk a pörköltfőzéstől kezdve mindenről, és jönnek az információk. Mint ahogy láttátok, az elmúlt időszakban rengeteg személy jelentkezett és jöttek be itt a live-okba, elmondták, hogy hogyan tapasztalták meg, amikor felszólítottam őket a történetükkel. És ezek mind-mind ingyen voltak itt az élő live-okban. Tehát 8-tól 5-ig leközvetítem a történetét az adott személyeknek, 5-kor kezdem, azt 6-ig tart, 6 óra után bejövök a live-okba, és órákat közvetítek, csak úgy, ingyen. És működik, és boldogok, és én is boldog vagyok, mert tudok segíteni. De a privát közvetítések azok semmi esetre nem ingyenesek, igen. Pillanat. Na, itt vagyok. Szóval az a lényeg, hogy tehát én ajándékokért, meg ilyen hülyeségekért, tehát ezek az kointok, meg ilyen baromság, tehát én ezekért nem közvetítek senkinek. Tehát én ingyen közvetítek itt a TikTokon, amikor bejelentkezek élőkben, beszélgetünk, minden este itt vagyok, gyerekek. Minden este feljövök a TikTokra, bemegyek egy vendégkérelembe, ha követsz, látod, mikor jelentkezek be, 12-en vannak, maximum 50-en. Hol vagytok? Most komolyan. Tehát, ha ingyen közvetítést kaptok, gyerekek, tehát mondjuk sokszor elgondolkozok én is ezzel, hogy ez olyan, mint egy koncert, hogyha ingyenes a belépő, akkor értéktelenné válik, ugye? Tehát nyilván ugye kapcsolódhatunk ennek a fortéjához is, mert sok esetben én is így gondolom több esetben. Nyilvánvaló a privát közvetítések, amiért te fizetsz, akkor tiszteled saját magadat, a történetedet és a szemét, a látót, akit megkeresel. Ez egy teljesen korrekt dolog, mert tényleg nem kell hallania senkinek a sztoridat. De ha te benn vagy élőbe, az élők arról célra szolgálnak, hogy te láthassad, hogy milyen az, hogy Úristen, Úristen, a Csicsovszki úrnő kimondta édesapám nevét, kimondta édesapámnak a testvéreinek a nevét, kimondta azt a települést, hogy hol laktak, azt is kimondta, hogy milyen utca hány szám alatt laktak.
És akkor így láthatod, hogy Úristen, tehát ezek nem jóslások, ezek jóslatok, ezek jövendőlések, ezek látnoki képességek, inkább közvetítésnek mondanám. És elhunyt szeretteidnek az életét is le tudom közvetíteni, tehát a bejárt útjáról is tudok beszélni. Tehát amikor például elhunyt szerettedről szeretnél instrukciókat, tehát egy halott látó is én köztem annyi a különbség, hogy konkrét nevekkel támasztom alá a sztoriát. Tehát beszélhetünk, mint halott látóképpen is működök. Igen, csak ezt a szót nem szeretem használni, mert tiszteljük a lelkeket. Szóval nem. Tehát nem csak elhunytak életét közvetítem, hanem élők életét is. Ez a fontos. Mind a kettő működőképes. Szóval azért mondom nektek, hogy én próbálok minden egyes alkalomkor megosztó lenni, hogy értsétek a lényeget, ha nem követitek a Csicsovszki oldalamat, tehát ezt a, itt már 100-2000, mit tudom én, hányan követnek, tehát ezek a személyek ugyanúgy részt tudnak venni egy közvetítésnél. Ott lehettek a chatfalon, van, akit tényleg a chatfalról hívok be, és ott lehettek végig a közvetítéseken. Ez a lényeg. Tehát az, hogy 8-tól 5-ig, mint szolgáltatásképpen működtetem, azt engedjétek már meg nekem, jó? Tehát azért, igen. Ott vannak az árak a csicsovszkiunioshow.hu oldalán. Nyilván sorba kell állnotok az ingyen közvetítésnél, mert marha sokan vannak ebből a szempontból. Kierőszakolni nem lehet, nem is kell kérdezned semmit. Semmit. Tehát én alapvetően is úgy közvetítek embereknek, hogy semmit nem mondhatnak magukról. Jó? A Veronika Csicsovszkiunioshow.hu oldalán megtaláltok. Vannak a jóslások, jóslatok, tehát én itt, tehát mondom, hogy mi a különbség, nem tudom mennyire tudjátok. Mi a kártyavető és a látnoki képesség? Tudjátok mi a különbség kettőjük, tehát kettő történetében? Tudjátok, mi a különbség? Írjátok már meg, ha tudjátok, mi a különbség. Akkor egy kicsit nézzük meg, 61-en vagyunk, tudjátok-e? Na nézzük. Arianna azt írja, hogy nem. A látnoki képesség, amikor konkrét nevekkel, történetekkel támasztom alá, belelátok az életedbe, ez a látnoki képesség. Van a jóslás, amikor alapvetően kártyákat pakolunk, és általános dolgokról beszélünk. Van, amikor ugyanúgy pakolom a kártyát, és közvetitek is. Na, Szilvi, konkrét nevek. Konkrét nevek, történetek. Nagybácsik, nagynémik neve hangzódik el. Elmondom, mit hagytál magad mögött, mielőtt állsz. Ki nem tudja még, hogy mi a közvetítés? Szia, József! Halló! Gyenge a net, látom. Ókor elmegy. Szia, mindenkit üdvözlök a csatfalon. Csodálkoztam, mi újság? Segítesz nekem, hogy értsék a többiek? Szia, szia! Igen, lényegében ez egy ugye megfoghatatlan köröket járnak az emberek, amit nem nagyon értenek, de viszont léteznek. Első kérdésem, hogy megkeresett a fiatal ember téged? Már azt írta nekem, hogy igen, felvette veled a kapcsolatot. Hűha, nem tudom, hogy hívják, vagy azt nem lehet mondani? Így nem tudom, hogy kiről beszél. Így nem akarok nyilvánosságra hozni a nevét. Annyit mondott, hogy megkeresett, meg annyit azt írta, hogy megvan az idő, hogy időpont. Vagy időpontot kapott? Hát, oké, rengetegen vannak beírva, így nem tudom, hogy ki az. Aha. Na, mindegy, az a lényeg, hogy visszaírt, hogy kapott időpontot, hál' Isten, mert én ugye mindenkinek elmondok, én attól független, hogy rendelkezek egy viszonyos energiával, de én nem jósulok. Az, hogy látok valamit, meg tudom mondani, hogy mit látok, de én nem jósolok. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy ne írjon rám, mert én nem jósolok. Én mindenkinek azt írom vissza, hogy menjen hozzád. Jézusom.
Mindenkinek írom, hogy menjen, forduljon hozzád, mert én adott szituációkat látok, mint ugye táltos, és én nem tudok, én nem beszélek halottakkal, vagyis hozzátartozókkal, én nem kapom az univerzumtól meg azt, hogy közvetítsek. Ez a közvetítés, ez egy külön ág. Külön ág, az, hogy a táltosok tudnak gyógyítani, ez evidens. Evidens, hogy nyilvánvaló mindenkinek megvan az a kategóriába, hogy ki mibe jó. De kérem szépen, ez egy áldás. Mielőtt hozzákezdenénk valamihez, ez egy áldás fentről, hogy ő tud ebben valamit kezdeni. De ahhoz, hogy tudjon kezdeni, ez nagyon sokat kell tanulnia. Ez nem úgy van, hogy az ölembe hullik. Jön valami, tudjátok, ezt ahhoz hasonlítom, mint amikor elvégezzük a 8 elemét, és akkor utána elmegyünk egy érettségére, elmegyünk egy egyetemre, és amikor már befejezzük a tanulmányainkat, akkor jön a gyakorlat. Na most a gyakorlathoz teszem azt, hogy ott is évek kellenek ahhoz, hogy ilyen volumenben tudjunk gyakorolni valamit. Ez idő. És nagyon-nagyon nagy tanulás vesz igénybe. Rengeteg időt, energiát, mindent. Ugye nem véletlenül mondom ezt, tehát én már túl vagyok ezeken minden, 60 éves vagyok, Igen, csak de... abban segíts már, József, hogy hogyan, hát ha a te szavaid segíti az embereket, tehát, hogy amit én csinálok, tehát ugye mindig azt hiszik, hogy, tehát jós, oké, hogy jósolok is, de látok dolgokat, amikor ugye konkrét nevekről beszélünk, mert ugye, hogy ebbe segíts már egy kicsit, hogy lehet, hogy te jobban el tudod mondani, hogy mik ezek a látnoki képességek, mert sokan nem tudják, még most sem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van az univerzum. Van egy személy, egy átadó személy, itt van például a Judit, őt megkeresik. Az univerzumból lévő emberek, akik már nem léteznek, vagyis csak a lelkük van, ők segítséget kérnek Judittól, hogy közvetítsen bizonyos embereknek, akik ugye megkeresésre, akik lényegében bent vannak a TikTok chat falján, vagy éppen a live-ba, és akkor ő neki közvetíteni, mert lényegében, mintha erőszakosak is lennének ebbe azok a lelkek, akik kérik a Juditot, hogy közve. Ez általában itt, amikor délutánként megjelenik, hogy ingyen közvetít nektek, de ugye vannak olyan lelkek, akik ezáltal megkerestetik magyarul a cseten, mert ők is ugye mi univerzum, ugye az univerzumban ugye azt kell nézni a rezgéseket. Mindig ott van velünk. Ahová te mész, a lelkek utánad mennek, a hozzátartozóid. És ezáltal, mivel te bent vagy egy ilyen live-ba, mint most például én is, meg a cseten lévők is, a te hozzátartozod, igen, már rád hangolódik, hogy itt legyél, és hallgass, figyelj, de Judit is megkapja, hogy figyelj, XY üzenni akar. Na most vannak az üzenetek, amelyikek azt mondják, hogy nem live-ba, hanem személyes telefoni kontaktus, vagyis inkább telefonos kontaktus, ahol megkapod azokat a válaszokat, amit az elhunytad. Például nem tudott végrehajtani, vagy üzenni akar azáltal, hogy figyelj, ezt kellene megcsinálni, mert nem tud pihenni a lelke, mert át akarja adni. De kérdezheted a lelke, az elhunytattad a Judit által, hogy mi van, hogy szóval nagyon-nagyon nagy volument. Én, mint táltos, ebben nem tudok úgy helyt foglalni, mert ugye nekem nem adatott meg ez a lehetőség, hogy ebben teljes körű látásom legyen, de ez egy csodálatos, amit az univerzum adott a Juditnak. Én mindenkit azt tudom ebben kifejezni. Igen, ugye a lelkek azok megmaradnak. A lelkek üzenetet közvetítenek. És ha valaki ugye tudni akarja annak a lelki állapotát, az elhunynak, vagy éppenséggel figyelmezt, sőt,
a lelkek tudnak figyelmeztetni közvetítő által. Rengeteg közvetítést lehet így információt megkapni, hogy igen, figyelmeztetések, hogy ne csináld, vagy ezt csináld, vagy épp azt csináld. De nyilvánvaló, ez nem 2 perc. Ez nem 2 perc alatt fogod megkapni. Ahhoz a hang, hogy kontaktusban legyetek mondjuk a Judittal, ezáltal telefonon keresztül a hang alapján, hiszen tudjuk nagyon jó a Judit, nem kérdezi meg a nevedet, sőt semmi, csak beszél név nélkül, és elmondja, hogy ki a nagyapád, ki mit akar üzenni név szerint, megmondja azt is, hogy milyen ház, sőt azt is meg fogja neked mondani, ahogy nekem is megmondta annak ellenére, hogy néz ki a ház, amit megvettem most több mint 2 éve. Megmondta azt, hogy mikor repett meg, miért repett meg a ház sarka, mert ugye az előző tulajnak ugye elrakták öregek otthonába, és ott halt meg, akkor szakadt meg a szíve, azért repett meg ez a fal, a ház sarka. Judit soha nem látta az én házamat, elmondta, mit hol találok, ezt nyilvánosságra hoztam, hiszen nincs mit titkolnom, nyilvánosságra hoztam, Judit tényleg itt van, ki kellett menni a szobába, kimenni az udvarra, megmutatni hát akkor megmutattam a nagy közönségnek, hogy hát bocsánat, de tényleg itt van a repedés a falon, a ház sarka meg van repedve, valóságot. A fejem fölött volt egy galamb, ilyen háromdimenziós kép, ő látta, hogy valami madarak vannak, nem tudta konkrétan megmondani, miért nem tudta, mert háromdimenziós, hogyha akár másik oldalból nézzük, akkor galam, ha bal oldalról nézzük, akkor meg papagájok, de ez az ara papagája, az a nagy. És ezeket mind megmondta. Megmondta a leveleket, a levélnek a tartalmát. Akkor azt hiszem, hogy akik itt vannak, most a jelen pillanatban 43-45-en mozgunk, igen, fel kell hívni, időpontot érdemes felhívni, mert olyan információt kaptok, amivel tudtok élni, és a lelketek is meg tud úgy nyugodni, és tudjátok azokat a útirányokat előrehaladásba hasznosítani, amit tanácsot adnak nektek az elhunyt lelkek. Én ennyit tudok hozzáfűzni, Judit. Igen, köszönöm, hogy elmondtad. Közben köszöntjük Elizát, ne haragudj, édesem, csak hogy a József elmondta, hogy örülök, hogy itt vagy, és hogyha szeretnél nekünk, tehát én igazából annyi tiszteletteljes kérésem lenne feléd, hogy a te szemszöget, tehát hogy mennyire látsz rá arra a dolgokra, Eliza, hogy ugye vannak ezek a halottlátók, vagy közvetlenül ugye, ahogy én el tudom mondani, egy elhunyt szerettének az adott személynek a bejárt útját, és az élőknek az életét is leközvetíteni, hogy esetleg a te gondolatait, hogy ténylegesen a többieknek, hogy tudnál-e segíteni, mert én tényleg annyi videót osztok meg, és még most se tudják, hogy mi a jóslás kártyával, meg mi a látnoki képesség, hogyha esetleg van kedved, akkor ezt megoszthatnád velünk is, hogy esetleg... Várj egy picit, akkor ezt befejezem. A látnoki képesség és a kártya között annyi különbség van, hogy még a kártya útmutatót ad, de a látás az annyi, hogy te veled kommunikál. Veled kommunikál az a lélek. Ennyi a különbség, hogy közvetlen kommunikációt folytatsz avval a lélekkel, és ez a nem mindegy. Igen. Hallgattunk, Eliza. Üdvözlök mindenkit, kedves úrnak, köszönöm a lehetőséget. Igazából csak szerettem volna egy kicsit bejönni és hallgatni téged, nem így élőben nyilván. Igen. Még nem voltál nálam, én voltam nálad, aztán... Igen, te többször voltál nálam, igen. Most ebbe ez a halottlátás és a lelkeknek a dolga, ez annyira nálam soha nem nyilvánult meg, inkább teljesen más dolgokat kaptam tőled információba, igen, amiket igen. Most itt a csatfalon lévőknek is azért elmondom, hogy ez 100%-osan bejött. Az utóbbi események, amik velem történtek, ezek is ezt igazolják. Nyilván nem fogok róla beszélni, hogy mi ez. A lényeg az szerintem, hogy a szkeptikusoknak üzenem, hogy én nagyon szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Aztán, amikor felkerültem ide a TikTokra, szembe jött velem az úrnő első videója, nyilván a kártyázás,
valahogy nekem a kártyás dolgok azok, amik átjönnek nekem, és ami rezonál velem, és folyamatosan. Tehát én azt gondolom, hogy nekem inkább itt a mostani életemben és a mostani dolgaimba tud segíteni az úrnő úgy, hogy nem is kérem. Tehát ő bejön a live-omba, és gyerekek olyan dolgokat mond, amit eleinte én is kétkedve néztem. A legutóbbi live-om az egy nagyon jó live volt, ahol benn volt az úrnő. És a lényeg az, hogy én semmit nem kérdezek tőle soha. Tehát én kérdést nem teszek fel. Ő bejön, és akire rá tud kapcsolódni a live-on belül, az kapja az információkat. Az, hogy mi mit kezdünk vele, és mit értünk meg ebből, ez megint egy olyan dolog, hogy én is azt gondolom, hogy ezt az úrnővel személyesen, tehát telefonon keresztül kell ezt, ha valaki szeretné ezt konkrétabban tudni, azt nyilván ő vele kell, és ezt telefonos beszélgetésen tudjátok megtenni. Én nem tettem meg még, ennek több oka is van, nyilván el fog jönni az idő, amikor ezt én is meg fogom tenni, remélem hamarosan, mert szükségem van rá, úgy gondolom, mert vannak olyan dolgok, amiket nem látok tisztán, annak ellenére, hogy kaptam útmutatást, iránymutatást. És nem tudom, hogy konvertáljam át magamnak, így mondva. Nagyon jó az úrnőt hallgatni, és nagyon jók azok a dolgok, amiket én is kapok tőle. Sokat segít nekem a mindennapokban is azok a dolgok, amiket elraktároztam, információk is felírtam. Úgyhogy tényleg én is csak ajánlani tudom, és mondom még egyszer a szkeptikusoknak, hogy én nagyon szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Vannak, akik kinevetnek azért, mert hiszek ebbe a dologba, vannak, akik negatívan állnak hozzám, de őket ugye én nem veszem figyelembe. A halott látás az nem tudom, úrnő, nálam még nem jött. Tehát nem jöttek olyan nevek, amikor benn voltál a live-omba, és nem jöttek olyan információk, ami nekem esetleg halott rokonaimra vezethetőek vissza. És ezért nem tudok erről beszélni, mert igazából nekem még ilyenfajta információ tőled nem jött. Tehát valószínű, hogy akkor nekem más a dolgom, vagy nem tudom, hogy tudnád ezt nekem megmagyarázni, hogy ez vajon miért van. Hát ugye, mivel live-ba voltam bent nálad, és mint amiről kezdtem az élőt mondani, hogy van akinek ugye, tehát amikor privátba elkezdek egy közvetítést az első alkalomkor, ott mindig alapvetően akkor kezdem a gyökerektől, amikor ugye onnan számítva vannak a problémák, tehát ami blokkolja az ember életét. A gyökerek ugye, amikor elmondom az apai, anyai oldal, konkrét nevek, történetek, vezetéknevek, települések. Nálad igazából azért volt live-ba az az információ, amit átadtam nevekkel, vagy önmagában plusz dolgok, mert neked a jelenlegi helyzetedben kellett a segítség. Tehát például van, aki privátban ugyanúgy megkeres, és nem fogom tehát nem a generációktól fogja kezdeni, hanem éppen érzelmi vonalakról kell beszélnem, vagy párkapcsolatos dolgokról, vagy éppen munkakörletben lévő személyek nevét fogom felsorolni, amivel ugye alátámasztó, hogy miről van szó. Nyilván live-ba szerintem nálad is többször cseten írtam, ugye? És az volt itt a lényeg, hogy az Eliza be tudja magának pakolni a történetet. Tehát az a két-három mondat Elizának pont elegendő volt arra, hogy átláthassa, hogy tényleg az a mostani időszaka, tehát ott kell a segítség a mostani időszakára vonatkozóan. Nyilván ugye, ha privátban megkeres valaki, akkor ott van időnk. Tehát ott egy óra hossza, nyilván sűrítve kapod, de van, akinek tényleg két-három óra hosszán keresztül itt live-ba volt a teljes története, nagyon sok halottja volt, és mind-mind ő hozzájuk kapcsolta a történetét, hiszen velük élt, velük kapcsolódott, nem tudja őket elengedni. Tehát inkább így a te történetednél szerintem emiatt van, mert mindenkinek más az időintervallum, amiről beszélnem kell. Például a Józsi bácsinak ott ugye a ház volt a lényeg, a lélek, aki megrekedt a kétségben, és ugye amit megvásárolt a Józsi bácsi, és a lélek ott neki például nem is a Józsi bácsiról beszéltem, hanem a ház, meg a tulajdonos, aki volt, és akkor ott a lélek elmondta, a fiairól beszélt, tehát mindenkinek más a történet. De nyilván élőben nem mondok ki olyat,
ami megszégyeníteni esetleg a másik szemét, tehát olyan dolgokról nem is teszek említést. Nyilván a neveket elmondom, körülírom a történetet, de azért privátban csak többet tudok mondani, igen. Tehát mondhatok, tehát fontos, hogy hogyan adod át az információt. Tehát nagyon fontos, hogy nehézségeket, meg megszégyenítő dolgokat, tehát ami nem tartozik másra, azt nem is mondom ki. Igen. Szóval szerintem nálad mindig a csak az itt, csak a most, amivel foglalkozol. Igen. Igen, ez én is így gondolom egyébként. Egyébként az életvitelem is, az életmódom is, és az életigenlésem is erről szól. Tehát ugye a múltat, azt megtanultam, az egy lecke, illetve hát ugye a történetem. A jelen az, amivel mindig harcolni és küzdeni kell, hogyha olyan szituációban vagyok. És mostanában én mindig ilyen szituációban vagyok. Úgyhogy nekem minden egyes apró lépésért nagyon keményen meg kell küzdenem, és sajnos az emberekkel is, a hozzám közel álló emberekkel. És ez az, ami nehezebbé teszi számomra azt, hogy hitem legyen nagyon sok emberbe, és hogy bizalmat fektessek beléjük, mert folyamatos csalódások mellett kell az, hogy nézzem a kártyáidat. Igen, a szerelmi életem is romokban, tehát non-stop ilyen impulzusok érnek, és ettől függetlenül még mindig nem vesztettem el a magamba vetett hitemet, tehát azért nyilván értékesnek tartom magam, és igenis, hogy én is egy értékes ember vagyok, ugyanúgy, mint mindenki. Az van. És mindenkinek jár egy esély, én úgy gondolom. Hát a nevek az erősítette a hitedet, amikor írtam neked neveket? Csak hogy így a többiek hallják, hogy a konkrét nevek. Igen, 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 igen. Nagyon sok nevet felsoroltál, volt, ami nem is volt ismerős. De viszont sziasztok, nagyon... csodás napot mindenkinek! Sziasztok, egy pillanat, aztán én megyek, lányok. Annyit, hogy még a csetfalon lévőknek annyi információt elárulok, mert elárulhatom, hogy a Judit megmondta, hogy név szerint kié volt a ház, név szerint megmondta a két gyereket, szóval a nevek egyeztek. És annyit hála Juditnak, hogy a hölgy, aki ugye eltávozott, mondta, hogy a Judit mondta, hogy nagyon szeret, mert ugyanaz a gondolkodásom, mint az övé, hasonló a gondolkodásom, és hogy mindent nem dobálok el, hanem megtartom, értékelem a dolgokat. Itt lényegében, hogy vagyis visszajöttem hanggal, az a lényeg, hogy név szerint mondta el, hogy kik voltak. Ezt rajtam kívül senki nem tudhatta akkor. Úgyhogy én megköszönöm, Judit, hogy beengedtél. Köszönöm, nem kell. És annyit üzenek, hogy aki még nem bátor, legyen bátor. Úgy szólván, igen, fogadjátok el azokat a dolgokat, ami hihetetlen, de a fény az ott van, csak látni kell, és megtapasztalni, és én azt mondom, bátran hívjátok fel Juditot, igaz, nem holnap fog fogadni, meg nem holnap után, mert kell, már annyi, tudom nagyon jó a Juditról, hogy rengetegen kérik, és nem egy hét. Lehet egy hónap múlva kaptok időt, de igen. Ahogy én is kapom a híreket, hogy jó, akkor kaptam, de ekkor és ekkor, mert ugye én továbbítom a Juditnak, hogy menjetek a Judithoz, mert lépjetek fel, és akkor kérjetek időpontot. De én most is azt mondom, 47-en vagytok itten, én arra kérek mindenkit, hogy próbáljon úgy gondolkodni, hogy nem elfogultan, hanem kitárva, a szívét tárja ki, mert igen, akik itt vagytok, azok nem véletlenül vagytok itt. Ezt hozzáteszem, mint áltos, nem véletlenül vagytok itt ebbe a live-ba. Valami üzenet. És az üzenet a Judit által megkapjátok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, Judit, de köszönöm, nekem mennem a segítségedet is. Oké. Okay. Sziasztok, szép napot. Szia, szép napot. Ja. Igen,
Marcsika, mindenképpen maradjál már itt, mert ugye a pont arról beszélgettünk, és hogyha van kedved, megoszthatod, mert ugye az Elizának mindig, amikor bementem a live-jába a jelenlegi időszakáról beszéltem, viszont te itt el tudod mondani, Marcsika, hogy neked órahosszán keresztül közvetítettem a live-odba, hogy tehát a kettőnek a kapcsolódását, mert ugye neked elhunyt lélekkel kapcsolatban is volt, hogyha igen, esetleg van kedved, egy pillanat is, csak hogy a monológiát az Eliza folytassa, hogy fejezze be, igen. Köszönjük, Eliza. Ó, én köszönöm. Na, szóval igen, tehát én azt gondolom, hogy amikor rengeteg negativitás jön az életünkbe, és vannak dolgok, amit vissza tudunk keresni, amit ugye nagyon sok ember, én azt gondolom, úrnő, hogy a kézzel fogható dolgokban hisz, és csak azok a dolgok, amik segítik az életét. Igen, el kell kezdeni tudni hinni abba, amit nem tudsz megfogni kézzel, amit érzel. Én nem tudom, mennyi live-omat láttad, vagy mennyi live-omba voltál bent. Nagyon sok nőtársamnak segítettem csak azzal, én elmondtam az én történetemet, nyilván nevek nélkül, meg keményebb szituációk nélkül, mert nem mindent ad ki az ember magáról, én meg pláne nem, de az, hogy hogyan lehet felépíteni akár egy nőnek, vagy egy férfinek magát. Az, amikor én a kártyáidat nézem, ugye itt a videókat a TikTokon, nekem minden 100%-osan bejön. És a legutóbbi szituációt is azért tudtam könnyebben úgymond elviselni és átvészelni, mert pont előtte néztem egy videódat, és ott benne volt, hogy azok az emberek, akik körülöttem vannak, azok hamisak. És hogy figyeljek oda a jelekre, hogy figyeljek oda az apró dolgokra. Nem tudom konkrétan felidézni, el szoktam menteni a videóidat, mert mindig vissza szoktam nézni őket, hogy mi az, amit nem veszek észre, vagy mi az, amit észre kellett volna vennem. És bizony bekövetkezett minden, amit nekem akkor a live-ba is megmondtál, de ennek ellenére, ugye nekem ott kellett kívánságokat elhelyeznem, emlékszel rá? Így van. Konyhába, esetleg tükör mögé, folyosó, háza, tehát a lakás bejáratához. Uh-huh. Nem tudom, hogy el lehet-e mondani, hogy mi volt a kívánságom, mert ezt nem tudom, hogy egy párat esetleg. Hát annyit mondjál, hogy sikerült, tehát azért pozitív kimenetel kezdődött már onnantól számítva? Szerintem igen, ugyanis a kívánságok nagy része az nem saját részre történt. Szerintem ezzel mindent elmondtam. Ja, értem. Igen, igen. Tehát én a kívánságokat nem... ki volt kettő, ami az enyém volt, a többi 5-6 nem tudom mennyi kívánságot helyeztem el, az teljesen más személynek céloztam és szerettem volna. És én nagyon bízom benne, hogy ez így 100%-osan be is fog teljesülni. Az út megvan hozzá mindenkinek. Na, hál' Istennek. Igen, igen. Most nagyon csúnyán hangzik, én nem szoktam ilyet mondani, az én segítségemmel az út megvan, és ezt már így ugye maguktól kell ezt tovább vinni, én azt gondolom. Hát nagy vonalakban ennyi igazából, igen, nekem mindig a jelen van, tehát én mindig abba küzdök és harcolok, de soha nem fogom feladni, és amíg itt leszek a TikTokon, és te itt vagy, addig a kártyáid, és ezek a beszélgetések, meg a live-ok, meg amikor bejössz a live-omba, igazából szerintem segíteni fognak nekem a nagyon nehéz időszakba, mert most abba vagyok egyébként. De én akkor is bízom abba, hogy én is, az én is megkapom, ami jár, igen. Igen, mert ugye ezek a videók, amit rendszeresen feltöltök, ezek a kártyakipakolások, ezek vagy rezonálnak veletek, vagy sem, tehát ezek kollektív üzenetek. Amikor privátba, vagy bemegyek egy live-ba, például itt az Eliza, vagy a Marcsikához, akkor hozzászólok. Tehát azt tudnotok kell, hogy amikor konkrét nevekkel támasztjuk alá, vagy egy-két mondat pont elég ahhoz, hogy az Eliza tudja, hova pakolja be, a többieknek nem kell tudni róla. Vannak olyan dolgok, amikor csak mondok valamit, és nem tudom, hogy miért mondom, de át kell adnom neki, és akkor utána, amikor már elkezdek beszélni, belemegyek a történetébe, akkor már látom, hogy miről van szó. Tehát ott alapvetően vagy az egyik szerette az Elizának, vagy közvetlenül egy olyan kapcsolódási pont van, ami üzenet formájában jelenik meg. Ez a lélekkommunikáció egyébként, tehát nem konkrétan az elhunyt léleknek a bejárt útjáról beszélek, hanem például az egyik lélek segít nekem, hogy én keresztül adjam át, tehát az én
én rajtam keresztül kapja meg például az Eliza, meg a Marcsika az információt. Tehát ugye ezek a médium, vagy a látnoki képesség, igen. Na, Marcsika, akkor szeretettel fogadjuk a gondolataidat, hogy meséld el nekünk, vagyis hát a többieknek is nagyon nagy segítség, is megköszönöm. Nem kell konkrétan elmondani a történeteket, de hogy milyen érzés volt, amikor konkrét nevekkel támasztottam alá a történetedet, hogy milyen érzés volt, és hogy mégis mennyire volt hiteles. Hogyha esetleg gondolod, akkor megemlítheted ezeket a dolgokat, Marcsika, hallgatunk. Sziasztok! Hát végül is nem tudok mit mondani. Teljesen minden igaz és valós, amit az úrnőn közvetített, úgy, hogy mondjam, halottakkal kapcsolatban, ugye elég sokan haltak meg mostanában körülöttem, úgy az életvitelemet is, pedig, na, nem, én sem vagyok az a nyílt, hogy most mindent kitárol, persze van olyan, amikor kitárolkozok, de minden egyes szava valós. Nem tudok mit mondani, meg nem fényezni akarom. Meg nagyon sokszor is fordulok hozzá, meg rá tudok kapcsolódni, hogy útmutatást, szóval mindenbe. Onnan kezdjed, Marcsika, hogy amikor konkrét neveket mondtam. Hát az éjszaka, az nagyon kemény volt, utána majd 24 órát nem is bírtam aludni, úgy fel voltam pörögve. Hát, igen, akkor... Tehát honnantól számít, ha közvetítettem neked? Tehát a múlt mennyire? Tehát 30 évvel ezelőtti történettől kezdtem? Tehát ezekről, hogy említést... Igen. Hát majd, hogy nem kisgyermekkorig visszamentünk teljesen. Olyan 10-11 nehány éves koromig. Hát az ami, hát nekem ijesztő volt, nyilván, mert én nem hittem az ilyenekbe. De nem tudom. Hihetetlen, nekem most is számomra hihetetlen, amiket mond Jucika, meg a megerősítéseit, meg mindent, amit egyáltalán, na, hogy mikor beszélünk, vagy live-ba vagyok. Hogy mondják ezt, Jucikám, hogy... Igen? Rezonál veled, hogy a rezgéseidet most is érzem egyébként. Igen, tehát azt tudnotok el, hogy a Marcsikával soha, de soha nem beszéltem, tehát becsöppentem egy live-ba, nem mondott sose semmit a történetéről, és ott gyakorlatilag az elhunyt szerettei által jöttek az információk, amivel kapcsolatban körbe kellett írnom a történetét, de viszont engedélyt adott, tehát fogadta a Marcsika, és mivel már közvetítettem neki, ezáltal ugyanúgy megérzi ezt az érzést, igen. Meg hát azért ott, tehát olyan dolgok, ami az embernek a féltve őrzött titkai, vagy tényleg ott voltam vele, fogtam a kezét, teljesen, mint hogyha együtt éltük volna a történetet, igen. Igen, ez azért is, igen, folytasd, bocsánat. Mindenkinek én is ajánlani tudom csak, hogy mindenféleképpen akárkinek bármilyen lelki, vagy éppen bármi érzelmi problémájában keressék fel Jucikát, mert tényleg igaz. Én is nagyon laikus voltam, meg persze majd én nekem a jósolnak, vagy éppen utat mutatnak, de nem. És fogadom is, mert megfogadom a tanácsait, meg mindent. Ugyanúgy a háztisztítást, ez minden, nem bohóckodás ezek, mert sokan azt mondják, hogy mit, mert sót szórok, meg szentelt víz, meg szemes víz, meg dehogy is, ez mind valós és igaz. Ez egy gyors egy példát elmondok a szentelt vízzel kapcsolatban. Pillanat, Marcsika, nem osztunk meg információkat azokról a dolgokról, ami
tisztításhoz kapcsolódó dolog. Macsi. Jó, akkor ez most csinálva. Nem. Tehát ezek mind bizalmas információk, tehát hogyha valakit érdekel, akkor a csicsovszkiúrnőjósok.hu oldalán megtalál. Tehát a tisztítási folyamatok meg, hogy mi hogyan, azokat nem tesszük közszíré. Mert sajnos az a baj, hogy ez most olyan, mint egy hát rituálé, és megcsinálják. Tehát például ezek a videók, amiket például sokan látok, ilyen különböző szerelmi kötések, szörnyű dolgokat működtetnek emberek, és nem tudják, hogy mit tesznek. És amikor megosztjuk az információt, akkor kipróbálják otthon, Marcsika. Szóval ezért nem kell átadni olyan információt. Tehát az, hogy neked segít az a dolog, vagy amivel én segítettem neked, hogy lépéseket érjél el, azok olyan információk, ami akkor tartozik az ügyfélre, amikor leközvetítem az életét. Tehát nem kell mondani nekik, mert megcsinálják. Tehát ez most lásd a Dragon Ball-os mesét régen, hogy miket csináltak őrületesen a gyerekek, szóval. Tehát itt az a lényeg, hogy amiért ugye kértem is a segítségedet, hogy a te látószögedből is hogyan is tudnám közhírré tenni, mert tényleg nem értik sokan, hogy mi a látnoki képesség, vagy hogyan is működik ez, és amikor ugye, mint vadidegen felszólítottalak a történeteddel, hogy nálad volt lélekkapcsolódás is, valamint ja. Ugye az Elizánál ugye a jelenlegi időszaka, tehát hogy kinek mivel van feladata, mert ugye vannak olyan dolgok, ami minket érdekel, például engem érdekel az Eliza, viszont nekem a Marcsikával van dolgom. Tehát nagyon fontos, hogy a kettő között különbség van. Tehát ezt úgy értsétek, hogy például párkapcsolati témába vagytok elakadva, de az nem jut eszetekbe, hogy a kiindulási pontot kell megkeresni, a gócpontot, a gyökerét, miért nem működik a párkapcsolati téma. Miért nem lehet az a tied, akit te szeretsz. Tehát sokan azt mondják, hogy tudják, hogy mi veszi őket körül. De nem. Sokan nem tudják. A felgyülemlő probléma, ami fölötte elsiklottál, én arról beszélek neked egy közvetítésnél. Tehát a Marcsikának azért kellett gyermekkorától számítva fölfele mennünk, tehát a gyermekkorától levezetnem az életét, mert ott voltak olyan pontok, ami hallatára elfogadás történt, és így segítettem a jelenét, és tovább tud lépni. Tehát nyilván a múlt, az csak azt el kell fogadnod, nem tudsz mit csinálni, de amikor azonosulsz ismét a sztorival, akkor így sokkolódik az elme, aztán utána megint tovább tudunk lépni. Meg hát fontos a múlt, a bejárt útról beszélni, mert másképp nem hiszed el. Tehát nem hiszik el az emberek a jövendőlést. Tehát amikor konkrét dolgokról beszélek, vagy nevekkel, történetekkel támasztom alá, azt elhiszed, ugye? Na de, vannak dolgok, ami a jövendőlés. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy lehetséges jövő, olyan nincs. Tehát meg van írva a jövő. Hiszen ha látom a múltad, látom a jövőt is. A jövőt. Mindig így van. Így van. Tehát amikor leszületünk, akkor már meg van írva a forgatókönyv. Tehát három út van. A középútra mindig visszatalálsz. A középút a te utad. Elmehetsz Monte Carlóba, vagy elmehetsz Velencébe, de ugyanúgy vissza kell térned a középútra. És ezért van a jövő. Tehát azok alapjövetően meg vannak írva, hiszen feladatod van. Amiért mi leszülettünk, az mindig valami feladattal jár. Igen. Igen, így van. És ezt ugye sokan nem tudják. Nem a kártya fogja megmondani a jövődet, hanem az én tudásom fogja segíteni az információ átadást neked, vagy az elhunyt szeretted, aki már nem él, az kapcsolódik hozzám, megtisztel a lélek, látja, hogy segíteni akarom az életedet, és ezáltal a lélek átadja azokat az információkat, amiről csak te tudhattál annak idején. Hú, ez az orhidea. Mária szingli, kicsim, privát vagy, nem tudlak beengedni, szerelmem. Állítsd már át a profilodat, vagy nem tudom. Szóval ezek a létfontosságú dolgok, hogy nem a kártya. A kártya az csak egy eszköz. Ha hajlakot fogdosnék, azt hinnétek, fodrász vagyok. Azért kell a kártya. Kártyát is veszek, tehát jósolok is, igen, de ahogy pakolom a kártyákat, a kártyák nálam már életre keltek.
egy ház kártyája, vagy egy betegség kártyája nem a házat meg a betegséget fogja jelenteni, hanem a házon belüli dolgokat, tárgyakat, amiről elmondom, mi hol található, mi vesz téged körül, most éppen egy csavarhúzó van a kezedbe, vagy éppen az ágyon fekszel, ahol egy kockás húzat van, a párna húzatot kockás, akkor melletted az éjjeli szekrényed, oda van téve a gyűrűd, a karláncod, amit mindjárt felveszel, mert mész dolgozni. Tehát ezek a konkrét dolgok, amikor elmondom, hogy mi vesz téged körül. Ugyanúgy a lánc lehet édesapád, anyukád, testvéred. Tehát ugyanúgy elmondom a körülötted lévő személyeket is. Igen, tehát így kell értenetek. A közvetítés, az jövendőlés, az jóslatok, látnoki képességek. Igen. Tehát én vagyok az inga. Jó? Tehát értsétek, amikor valaki ingázik, megkérdez valamit az ingától, az egyébként a felső éned kapcsolódása. Tehát te mondod meg a válaszokat. Viszont az ingával vigyázni kell, mert kapcsolódhat hozzá bármilyen lélek. Nem mindegy, ki fogja az ingát, nem mondja, nem mindegy, hogy ki beszél, kinek a segítségét kéred. Tehát én inga nélkül is elmondom másik életét, vagy kártya nélkül. Tehát ezeket így kell értened. Értenetek, igen. Tehát tényleg próbálok minden olyan információt átadni, hogy értsétek, hogy segíthessem könnyebben a... Na, most már be tudom hívni. Remélem, most akkor már be tudsz jönni. Sziasztok egyébként! Szervusztok! Na, szervusz, Ildikó, megint valami profil kicsim. Hát azt se tudom, hogy ki volt itt a... Mi újság, édesem? Köszönöm szépen, jól vagyok, minden rendben. Na szóval, hát kezdjük a legelejéről. Jó, látom, itt van Viola is. Szervusz, Viola. Kezdjük a legelejéről. Én nagyon régóta követlek, Juditka, és nagyon sok, hozzáteszem, nagyon sok jósnőhöz fordultam, nagyon sok ingázáshoz, kártyajóshoz. Egyik sem jött be az ég a te egyvilágon, egyik sem. Viszont, mikor én téged megláttalak elsőnek, akkor, és láttam egy élő live-ot, akinek közvetítettél, nem mondom ki a nevét, én akkor nagyon ledöbbentem, és azóta követlek. A lényege az, hogy én nekem, mikor te rám kapcsolódtál a férjem által, a férjem lelke által, és olyan neveket soroltál, ami az én apósom, anyósom, édesapám, édesanyám, apósom testvérei, édesanyám testvérei, gyermekeim, mindenkit név szerint felsoroltál, illetve ez kétszeri alkalom volt, hogy így bent ültem, illetve a chatfalon ugyanúgy írásban én meg közben írtam magamnak, közvetítettél nekem, az elakadás, illetve egy gyermekkori elszakadás, hogy ki volt tehenész, vagy ilyen, nem is tehenész, bocsánat, aki ilyen birkákat őrzött, stb. Ezek is az én édesapámhoz kapcsolódó dolgok voltak, illetve akit elválasztottak, az én voltam, amire hirtelen akkor nem tudtam, mert nem emlékeztem, mert nem tudtam, hogy ki lehetett az, aztán igen, eszembe jutott. Mind valós dolgokat állított, és te vagy az egyedüli, aki meg tudta mondani nekem a régi múltamat, illetve a gyermekeimről dolgokat, amit meg a férjem, hogy milyen szakmában dolgozott, hogyan halt meg, vagy és nem hogyan, hol pontosabban, hol halt meg. Hát ledöbbentem, holott a többi, hozzáteszem, nagyon sok jósnál voltam, nagyon sok pénzt kidobtam, hozzáteszem, nagyon sok inga volt, nagyon sok kártya, én ilyen gorkikat, meg ilyen kutyafüléket nem dobáltam, ezt hozzáteszem soha, mert nem is tudok, de Juditkának hát minden szava hihető, minden szava, úgyhogy akik hitetlen, mondom, hogy próbálják meg, mert csalódni biztos, hogy nem fognak. 1000%, hogy nem fognak. És nekem csodálatos élmény volt. Nem, mai napig nem ráz úgy le, hogy alfába menjek tőle, sőt, megnyugtató, hogyha látom, illetve ha hallom a hangját. Nekem olyan, mint a, bocsánat, hogy így kifejezem, mintha az anyukám lenne.
De édes vagy. Nekem, mert imádom, mert szeretek utána, hogy mondjam, követni kell. A lényeg az, hogy be kell követni, hölgyeim és uraim, akik a chatfalon vannak kint, be kell követni, be kell menni a live-ba, ha nem is a live-ba, akkor a chatfalon maradni. Úgy is meg fog szólítani, hiszen én nekem is, nem is tudom, ötször vagy hatszor voltam így chatfalon, mire meg tudott engem szólítani. Szóval nem rögtön, hogy ja, Juliska, akkor gyere be, mert látok rajtad valamit. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Meg se kell szólalnod, ő mondja magától. Mondja magától a falvakat, hogy hol dolgozott a férjem, a gyermekeim hol dolgoznak, ki dolgozott a rendőrségen. Ilyeneket elmond, holott én senkinek az igaz egy világon nem mondtam el, senkinek. Senkinek. És Judit ezeket mind elmondta, holott én soha életemben nem találkoztam vele. Én csak annyi, hogy követtem, így chatfalon, jelez a telefon, élőben van, megyek utána, követem, mint a, bocsánat, megint visszaélek vele, mint a puli kutyát. Elnézést. De hát ez, ami a szívemben, az a számon. Aranyos vagy, köszönöm. Nincs mit kérdezni, de ez az igazság. Úgyhogy én Elizabethnek is végignéztem, igen, ezeket a cepliket, igen. Ami bejött, ezt ő tudja, én nem tudom, hogy mi volt a szövegen. Ugyanúgy volt egy másik live, azt is végignéztem, az horror volt, de végignéztem, szóval mind igaz volt. Honnan tudja? Ja, igen, és a legutolsó volt, nekem az csodálatosan szép élmény volt, mikor mondta nekem, kutya hideg volt a lakásban, nem volt fűtés, és begyújtottam a gáztűzhelyet. Mondom, nem, nekem villanytűzhelyem van. Hát jó, de meleg van. Mondom, igen. De mondom, ki kellett kapcsoljam, mert most estére bekapcsolták a radiátort. Illetve lát két polcot. Tényleg kettő van a lakásomban. És rajta vannak fényképek, a gyermekeim fényképe. És én szegénynek azt mondtam, nem, igen, az unokák vannak, valóban az unokák, csak kicsi keretben a gyermekeim fényképe vannak. És igen, honnan tudhatta, megkérdezem, honnan tudhatta, hogy én a konyhában ülök, és látom a polcot, és kettő van, és azon pedig a gyerekek fényképe van. Ha ő, mint látnok, nem. Én nem mondtam el senkinek, hogy az ágyam fölött van két polc. Senkinek nem mondtam el. Ő honnan tudhatta? Azért, mert látnok. Nem kártyából jósolt, hozzámondom, látnok. Higgyetek neki. Én imádom ezt a hölgyeményt, ezt a Juditkát imádom. Úgyhogy én rosszabb nem tudok. A hitetlenek azok meg, sajnos azok maradnak, mert azok úgyse fognak hinni, ha a világ ketté szakad, akkor sem. És akkor Ildikó, hogy tehát akiknél annak idején jósoltattál, ők nem mondtak neked nevet, csak én. Nem. Igen, csak te. Csak te. Csak te. Nekem azt mondták, hogy meg fog halni anyukám. Még él. Ennyi. El akarok tőle búcsúzni, akkor búcsúzzak el, minél hamarabb, mert nem sok van neki, de mai napig él. Ennyi. Szóval annyira félrevezettek, annyira, és rengeteg pénzt kidobtam erre, rengeteget. Ugyanis ez utalásra ment. Utalásra. És hozzáteszem, hogy az Ildikónak ezek a közvetítések mind ingyen voltak itt a TikTok élőben. Így van, így van, így van, és soha nem találkoztunk. Pontosan, pontosan, pontosan. Illetve, hát majd Juditkával, úgyis majd, jó, hát én már tudom az időpontot, jó, mindegy, majd beszélünk, úgyis majd ő közvetít nekem, és akkor már úgyis fogja nekem mondani a dolgokat. Azt is, hogy most miért pont jelen pillanatban, miért ez a nevem, ezt is el fogja mondani. Igen, tehát már van időpontja az Igen. Ildikónak. Hát igen, mert ugye nyilván a hitelesség, én úgy gondolom, hogy amikor konkrét nevek, és egy kupacba vannak a nevek, tehát itt nem tudsz félrelőni, Így és van. akik, mert ugye nem csak a jövőbe dobálgatjuk a neveket, hanem ahhoz kellenek, kinek mi a foglalkozása, ki kihez kapcsol, tehát ez konkrétan kell, csak így lehet. Hát mindenkinek lehet szerencséje, követni kell Juditkát, én ennyit tudok mondani a chatfalon. Hát este, hát változó időpontban jön fel, amikor ideje van, nem tudok időpontot mondani, mindig este. Vagy például ez is életem, hogy most délelőtt így most megtaláltam. Mert hát kijelezte, mindegy. Meg kell keresni, követni kell, ha ne találtál olyan, de úgy sem lehet, hogy nem biztos, hogy téged fog megszólítani, hanem valaki mást, akinek nagyobb a problémája, mert úgyis azt fogja megszólítani, Juditka.
akit a lélek, a lélek, a lélek. Nekem a férjem lelke szólította meg, tulajdonképpen a férjem által közvetített. A férjem halott lelke, az maradt itt velem. És aztán mentünk így ágról ágra, a gyermekkorom, 3 éves voltam, a gyermekkoromra lementünk. Hát, pedig mi csak a csetfalon voltunk, szóval még személyesen 4 szem közt még abszolút nem beszéltünk itt telefonon, egyáltalán nem. Amit már én alig várok. Alig várok. Úgyhogy én ilyenkor, én mindig boldog vagyok, mikor én egy látom, hallom. Sziasztok! Úgyhogy én köszönöm szépen, Juditka, az eddigi segítségedet is, mert nagyon sok mindenre haladtam előre, illetve utána is érdeklődtem, amik valóban valósak. Nem kamu, nem áll, valósak. Valósak. Így van. Kérhetek egy kis szót, bocsánatot kérek. El szeretnék búcsúzni, kedves úrnőm, mert sajnos dolgom van, mennem kell. Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem. Mindenkinek további szép napot, és kitartást az élethez. Köszönjük, Elisa, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolatot. Sok sikert kívánunk neked, szeretettel. Köszönöm szépen. Viszont kívánom. Szép napot. Igen, tehát a Violát is azért is hívtam be, mert ő is ugyanúgy végig volt ott velünk a cseten, és ő is végig csak beszélgetés, vagy elmondott egy receptet, vagy éppen a lakásába vándoroltam, de ettől függetlenül nagyon jókat kacagunk mindig, szóval. Tehát ugyanúgy elmondhatja nektek, hogy ő is ott volt, holott már neki privátba is közvetítettem, meg élőbe is, és ő sem haragudott meg, hogy most a másikat szólítottam meg. Tehát ne sértődjetek meg, ha éppen nem neked mondom a történetedet élőbe, mert éppen neked nem olyan nehezebb a problémád, mint például a másiknak, az Ildikónak. Szóval igen. Ha gondolod, megoszthatod Viola a gondolataidat, ugyanúgy szeretettel fogadjuk. Igen, ez tényleg így van, de ez most igazán meglepett, amit most mondtál, hogy valaki megharagszik amiatt, hogy más szólítasz meg. Hát ez nem is értem, hogy miért haragudnak meg emberek emiatt, hát, teljesen mindegy is. Hát tudod miért, tehát ezt mindenki tudja. Igen, féltékenység, meg bármi egyéb más, és mindenkinek szét akarnak szakítani ketté felé. Vagy 8 felé inkább. Igen, igen, torta vagyok, torta. Igen, igen, valószínű. De egyébként ezek jó, kellemes beszélgetések, és azon túl nagyon sok mindenben tanul az ember, meg lazul is. Ez így például az ilyen volt, amikor jött egy közvetítés, és például egyik beszélgetés alatt mondta az úrnő, hogy vigyem ki a házamból azt a bizonyos tárgyat, amit... Hát nem igazán jó, hogyha ott tartok. Azóta az már kikerült az otthonomból, de hihetetlenül jó élmény, amikor ilyenkor gyógyul az ember, és ezt pozitív értelemben értem, azokkal az energiákkal, amik jönnek, és körbevesznek, mert ilyenkor volt egy olyan alkalom is, amikor például hangtálazott nekem, és mondta, hogy ez csak most ez a frekvencia, ez most csak a zsókának jött, ez most csak nekem jött, vagy a másiknak, vagy a harmadiknak, negyediknek, és ez annyira fantasztikus volt hallani és átélni ezeket a dolgokat, és igen, ezek tényleg fantasztikus dolgok. Ezeket gyógyul az embernek a lelke. Én legalábbis igen. Így éltem meg. Igen, igen, mert ugye azt szokták mondani, hogy mindenkinek a saját probléma, a saját keresztje a legfontosabb. Persze. Nem érdekli más, csak neki, mert neki van szüksége. Most rögtön azonnal. Most rögtön azonnal lehetősége van mindenkinek, most rögtön azonnal a Csicsovszki úrnőjük oldalán. Beregisztráltok, édeseim, és ott csak veled foglalkozok. Tehát itt ugye pont ezért beszéli, említi a Viola is, meg Ildikó is, hogy ezek live-okban vannak. A live-okban rengetegen vannak gyerekek, amikor élőt indítok, például kamerával vagyok, több százan bejönnek. Hát annyi információ, hát azért
kapcsolódok, mert hol az a violának mondom, hol a lindusnak mondtam, hol a másiknak, hol... Hát igen, tehát rengeteg információ tud átjönni egy live-on keresztül is, igen. Igen, és csak úgy pilláztunk, és nagyokat hallgattunk, mert igazából néztük, hogy Úristen, akkor most ez vajon kihez tartozhat? Vagy a Katához, vagy a valakihez. És igen, igen, oda kell figyelni elégre erőteljesen. Ez úgy lehet elképzelni, mint az ember, amikor ő tanul például valamit egy könyvből, tehát lefárad az agya, most akkor kérdezem én azokat az embereket, akik hitetlenek, teljesen mindegy, majd azok meggyőződnek, hogyha ezt már csak, bocsánat, hogy így fogalmazok, de nem tudok szebben fogalmazni, próba kedvéért is elmehetnének, mert szerintem ezzel tisztulnának, de meg fogják kapni a bizonyosságot, hogy leesik az álluk, az biztos. és ezzel saját maguknak tesznek nagyon jót. Nem nekem, nem a szomszédnak, nem is az úrnőnek, hanem saját maguknak. És ez úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az, hogy az ember békében él saját önmagával, meg a lelkével, meg a szomszéddal, meg akárkivel egész életén át, és dolgozik önmagán, az csak magának a legnagyobb siker. Úgyhogy ezt feltétlenül át kell, hogy élje az ember. Szuper jó érzés. Az biztos. Igen, mert tisztában kell lennünk a családunk történetével, bármennyire fájó, de tudomásul kell venni. Tehát amikor egy vadidegen ember felszólít a sztorival, akkor ott nincs mellébeszélés. Hát igen. Ott akkor aztán mondani kell. És ebben nagyon lefárad az ember, ezt akartam még hozzá fűzni az előbb, hogy mint ahogy mi is tanulunk, vagy egész nap ott ül valaki a számítógép előtt, ez körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy lefárad az embernek, bele zsibbad szinte a szeme, agya, mindene. Ezt az ember irtózatosan nehezen tudja úgy oda koncentrálva, figyelve megvalósítani, és ezek el tudjátok akkor képzelni, akik itt vannak a chat falon és hallgatják, hogy ez egy komoly munka, ez egy komoly feladat, ez nem, tudom, hogy nagyon sokan vannak csalók, tudom, hogy nagyon sokan vannak olyan emberek, akik ezeket a dolgokat hamisnak mondják, de igen, sokan visszaélnek vele, de azok, akik konkrét neveket mondanak, hát a Judit az nem a kis ujjából veszi elő, vagy a zsebéből ezeket az információkat, szintén alá támaszthatom ezeket a dolgokat, úgyhogy ez teljes mértékben így van. Az igaz. Ez teljesen. Itt írta egy hölgy. Tessék. Hogy személyesen is lehet. Hát igen, ha felvesz a Csicsovszki úrnő jósol.hu beregisztrál, akkor igen, személyesen lehet vele beszélni négy szem közt telefonon. Telefonon közvetítek, így van, tehát nem találkozok az ügyfelekkel, ugyanúgy működik telefonon keresztül is, tehát azt hozzá kell tenni, hogy csak magas rezgés szinten működik. Van, akinek találkoznia kell az ügyféllel, nekem nem kell. Tehát a 2000 kilométerre is vagyok, ugyanúgy el tudom mondani a történetekkel, nevekkel, mindennel együtt. Így van. Igen. Pontosan. Igen. Ezek olyan energiák, amikre ilyen olyan, hát nem tudom, ezt te tudod, Judit, elmondani, hogy ezek olyanok, mint a szálak, és te annyira magas fokon vagy már, hogy te ezekhez hozzá tudsz ehhez a szálakhoz kapcsolódni, és jönnek az információk, mint hogyha én így felolvasnék most egy szöveget itt valakinek, és akkor ő ezt hallja a fülével, te meg másképp hallod, látod, érzed, érzékeled minden kis hajszáladdal, minden kis érzékelő kis szerveddel be tudod fogadni ezeket az információkat. Ez egy csoda. Ezért hálásnak kell lennünk szerintem, hogy vannak olyan emberek, vagyis hogy vagy te, hogy itt tudsz velünk lenni, és akkor ezeket az információkat meg tudjuk adni.
Úgyhogy ez jó. Ezt szerintem próbáljátok meg kihasználni ezeket az információkat, elsajátítani, hogy az ember fejlődjön, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok az ember ebben mostanság a feszültség, nem árt, hogyha az emberek dolgoznak önmagukon. Igen, akkor írják, mitől lesz valaki úrnő? Hát, mitől lesz valaki herceg, vagy király? Mitől lesz valaki úrnő? Ez igen, volt a kérdés, igen, igen. Avangárnak, igen. Hát, tehát gyakorlatilag belőlem egy van. Így van. Tehát az úrnő önmagában, aki segíti a te életedet, az én tudásom. Tehát az úrnő segíti a te problémádat. Ez a lényeg. Tehát itt nem az a lényeg, hogy hogy hívnak. Hiszen én sem forszírozom, hogy milyen névvel regisztráltok be a Csicsovszki úrnő jósolpont oldalán. Tehát itt nem a neveitekre kapcsolódok, hanem a hangodra. Itt a tudás a lényeg. Amikor felveszek embereket munkára, alkalmazottakat, én nem azt nézem, hogy hogy hívják, hanem megnézem, hogy van-e benne tudás. Arra a munkára veszem-e fel, és maximálisan alátámasztja a tudását. Itt ez a lényeg. Tehát az úrnőből egy van, és ez én vagyok. És lehet köszíré tenni, ki az a személy, aki konkrét neveket mondott neked, hallottatok-e már ilyen látóról? Mert én úgy gondolom, hogy nem volt még ilyen a társadalomban. Hozzáteszem, hogy halott látóként is működök, és ugyanúgy az elhunytnak a neveit is fel tudom sorolni, de volt lehetőségem már találkozni kettő ilyen személlyel az életem során, akik ugyanúgy neveket mondanak, és számomra egy csoda volt. És azért volt csoda, mert ahogy én megszólítom az embereket, úgyhogy mi soha nem találkoztunk, ő ugyanúgy meg tudott engem szólítani. És számomra ez egy olyan, akkor éreztem azt, amit ti éreztek, amikor én szólítalak meg benneteket. És tehát úgy éreztem, hogy tehát vannak még a világon ilyen emberek, legyen akár 80 éves, vagy legyen akár 40 éves, de tehát nem mindenki teszi közhírré. De úgy gondolom, hogy a hasonlót vonz, és számomra ez egy csoda volt, amikor egy ilyen emberrel találkoztam, aki olyan, mint én, aki ugyanúgy konkrét neveket mondott, és boldog voltam, mert azonosultunk teljesen, és ez egy csodálatos dolog, mert ő az én életemet tudja segíteni. Ugyanúgy segíti az én életemet, mint ahogy én a tieteket, pedig ő soha nem tudta, hogy én ki vagyok, és tök jó volt, mert én is tudtam neki mondani. Tehát, hogy így... De jó! Mint oda-vissza, mint ahogy nekünk is jó, mert ott soha nem, ismerik, nem ismertek egymást, nem is ismerik egymást, és ugyanúgy elmondtad a régi történetünket névről, településről, gyermekeink név, nevéről, igen, rádiálás a dolgokra, igen. Születni kell úrnőnek gyerekek, mert tehát gyakorlatilag ezt az úrnő nevet is egy olyan szemétől kaptam, aki konkrét neveket mond, olyan, mint én. És ő is egy úrnő. Igen, a legmagasabb, a legnagyobb tudás az, amikor teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű valaki, ugyanúgy működik. És ez egy csoda. Igen. Hát ez tényleg hatalmas nagy csoda lehet, hogyha te egy ilyen, pont egy ilyen emberrel találkozol, mert hát neked az ilyen ügyes-bajos dolgaidat egy pont egy ilyen hozzáértő emberrel, látóval, vagy érzővel, nem is tudom, hogy fogalmazzak meg beszélni, az azért az nem semmi lehet. Az csoda szép. És tudjátok, az a jó, hogy most már én is át tudtam érezni azt, amit ti. Na, de én tudtam, hogy ki az apukám, én tudtam, ki az anyukám, a testvéreim, és tök jó volt.
Mert ugye sokaknak, akiknek közvetitek, azok elfelejtik a sok hatására, hogy ki hogy hívták az apukáját, hogy hívják a testvéreit, mert tényleg valaki nagyon-nagyon tud sokkolódni, hogy mi van, meg hogy, meg igen, és ugye sokan azt mondják, fel van a készülve az információ befogadására, és nincsenek felkészülve. Azért jók ezek az élők, mert így hallhatjátok, hogy másoknak, amikor megszólítom a történetével, hát amikor az Ildikónak a sztoria volt, ott nagyon-nagyon sokan hallhatták, nagyon sok szkeptikus ember, és ez volt a jó, hogy láthatták, hallhatták, hogy milyen. Vagy amikor Ildikónak, vagy a Violának közvetítettem, ezeket hallhatjátok, és ez nem kerül pénzbe, mert ha itt vagytok, követtek, látjátok, hogy működik. De a privát közvetítések nem ingyenesek, tehát azért ott be kell regisztrálni, tehát ott fizetnetek kell a szolgáltatásképpen, de itt a TikTokon, ha csak hallasz egy ilyet, hogy az úrnő konkrét neveket mond, a gyerekek itt nincs mellébeszélés. Tehát kapcsolódni kell a neveknek, csoportosulnia kell a neveknek. Tehát, hogyha valaki használja az én szavaimat, már pedig már használják sok látó, sok jós, aki annak nevezi magát, ha az én szavaimat használják, az nekem fog szerencsét hozni, nem nekik. Tehát valahol jogos. De ez így van. Tehát másnak a mondatait más tollával nem ékeskedünk. Hát gyerekek, Facebookon ugyanúgy fenn van a hivatalos oldal, ugye ott töltögetem ugyanúgy a napi üzeneteket, mint itt. Facebookon, az én oldalamon, ahol több mint 35 ezeren követnek már a Facebookon a jósok bereklámozzák az oldalamon magukat. Nem már. De. Tehát aki bereklámozza saját magát az én oldalamon, Hát ne haragudjatok, de no sense. Tehát ilyen nincs, és van. És hozzáteszem, hogy nagyon sokan hírnevet szeretnének az én nevemből, képeimből. Hát gyerekek, tudjátok már, hogy engem nem Jóska Pistának hívnak, mert Jóska Pistának utalgatnak. A Csicsovszki úrnőjósok.hu oldala, tehát a kamu jósoknak nincsen Csicsovszki úrnőjósok.hu oldaluk. Tehát azt tudnotok kell, ha nem a weboldalon regisztráltok, nem én fogok nektek jósolni. Tehát az, hogy másoknak a bizalmával visszaérünk, amit én felépítek, amivel én kelek reggel, este ezzel foglalkozok, hát ne haragudjatok már, de másoknak az oldalán nem reklámozzuk magunkat. És sajnos vannak ilyenek. Igen. És nagyon-nagyon sokan félrevezetőek. Tehát azt hiszik, hogy a Csicsovszki úrnővel beszélnek, holott nem velem beszélnek. Ezért mondom, hogy a végén mindenki megtalál, amikor már Jóska Pistának elutalta az összeget. Hát gyerekek, utána kell nézni a hivatalos weboldal. Ott kell regisztrálni. Ha nem ott regisztrálsz, akkor Jóska Pista fog neked jósolni. Az meg nem én leszek. Tehát igen, és ez a hírnév, mert hozzá kell tenni, hogy tényleg ezek nagyon nagy dolgok, nagyon magas rezgés szinten működnek, és ez nagyon nagy tudás. És hálát adok minden nap a Jóistennek, hogy megérdemeltem ezt, és működtethetem, de viszont nekem ezt fenn is kell tartani. Tehát el kell utaznom azokra a szentföldekre, ahol a testemet felszabadítom. Minden egyes közvetítésnél ugyanúgy meglátogat az apukád, az anyukád, és őket el kell küldeni, fel kell szabadítani őket. És ezek nagyon-nagyon magas dolgok. Tehát ilyenre van mindenki. Igen. Bocsánat, hogy közbeszólok, és amíg el nem felejtem, és azt is tett hozzá, légy szíves, hogy ez baromira felelősségvállalás, hatalmas, nagy felelősségteljes munka, ugyanúgy, mint a rendőrnek, a mentőnek, a tűzoltónak, az orvosnak, meg a mit tudom én kinek. Én nem hiszem, hogy ez lehet, hogy nagyon égből kapottnak tűnik esetleg egyes embereknek, hogy jó, persze. Igen, aki félváról veszi, az lehet, hogy nem veszi felelősség teljesen, de pontosan hogy azért, mert hogy te komolyan veszed ezt a munkádat, és komolyan veszed ezt az áldást, amit kaptál, amiért hálát adsz nap, mint nap, az én úgy gondolom, hogy szerintem az a hitelességnek az egyik forrása többek között. Hát így van. És ezt hozzá kell tenni, hogy azok az emberek, akiknek én közvetítettem, azok ugyanúgy megmaradnak a szívembe. Tehát
Azért mondom, hogy ne sértődjetek meg, ha nem abba a live-ba megyek, mert semmi esetre nem haragszok meg senkire, tehát nem vagyok haragtartó. Sőt, ha bármikor bejönnek a live-omba, vagy bemegyek máshoz, ugyanúgy fogom segíteni az életét, és ha hallok információt, úgyis megírom neki. Mert hogyha én minősítenék másokat, akkor elvennék tőlem a tudást. Nem működtethetnék. Tehát ha bármilyen pletykát hallotok, mert az elmúlt napokban gyerekek olyan sztorikat hallottam, ha bármilyen pletykát hallotok, ne higgyetek nekik, mert nem tudják, hogy... Tehát az, hogyha te neked tiszta információkat adok át, az úgy is lesz, míg élsz. Mert érdemes vagy rá, hogy megszólítsalak. Mert ha tetszik, ha nem, valami oka van, hogy téged szólítottalak meg a live-ba. És nem kell megsértődni senkinek, nem kell felvenni a kesztyűt senkinek, mert nincs értelme. Ez csak nyugodt, civilizált ember módjára lehet. Úgyhogy ezek úgy gondolom fontos dolgok, igen. Sziasztok egyébként az új érkezőknek! Hát igen, ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy mi is emberből vagyunk, sőt, te is emberből vagy, csak extra... extra ember, aki leszületett. Hát figyelj, ez most olyan dolog, hogy amikor én bemegyek egy vendégkérelembe, ha most a házigazda kitiltja ezt, vagy azt, vagy amazt, én abban nem szólhatok bele. Persze. Amikor az én live-om van, szívesen fogadok mindenkit, de azt tudni kell, hogy ahogy belelátok az életébe, ugyanúgy belelátok a szívébe is. Hát hogyne. Tehát ez miért felejtik el? Ha ez egy hülye kérdés volt. Mert úgy tudom én. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a lényeget kell érteni, hogy ez nem arról szól, hogy eltaláltam-e a történetét. Ez a te életedről szól, hogy tudjam segíteni az életedet, semmi másról. Tehát ez nem rólam szól, hogy néz ki a hajam, úrnőnek hívnak, stb. Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy a te életedet tudjam segíteni, semmi másról nem szól. Tehát ha te fel vagy készülve, te szeretnél túlontúli információkat, milyen az, hogy konkrét neveket mond valaki, holott soha nem beszéltetek, megkeresel a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán, beregisztrálsz, aztán jó napot kívánok, ennyi. Viszont azt tudnotok kell, hogy marha sokan vannak, és már decemberre kezdtem eladni az időpontot. Hát fel Istennek! Fel kell götni a gatyádat szó szerint, tehát ne az utolsó percre hagyjad, hogy te akarsz közvetítést, hanem ahogy benned van, rögtön kérjed, ahogy utalnak, ahogy foglalják az időpontokat gyerekek, annyian vannak, hogy elájulok sokszor. És kell is. Ha napokon belüli időpontot akarsz, akkor meg bele kell nyúlnod a zsebedbe. Ha tetszik, ha ne. Hétvégén háromszoros árba fogadok ügyfeleket. A hétvége az egyetlen, amikor szabad időm van, gyerekek. Meg az esti óra kétszeres ár van, amikor háromszoros, mert 11-kor akarja, vagy négyszeres ár. Hát ja. Gondolkozzunk már el, gyerekek. Az, hogy én a szabad időmből feljövök élőbe, és közvetítek ingyen, azt én döntöm el. Mert én ugyanúgy megkapom az áldást az ingyen közvetítésnél is, de hát 0-24-ben nem közvetíthetünk csak úgy ingyen senkinek, tehát azért valamiből letetni kell a gyerekeket meg a macskát, nem? Igen, tehát azért itt élünk a földön. Igen, és nem robot vagy, hanem Csicsovszki Judit. Igen, tehát hogy így azért álljunk már meg egy kicsit, és pont múltkori élőben nagyon jó volt, amit a Marian mondott, hogy te gonoszkodsz és erőszakoskodsz, soha nem kapsz ingyen információt. Tehát itt volt a Viola, vagy itt volt az Ildikó, soha nem gonoszkodtak, végighallgatták az egyiket, a másikat, a harmadikat, átérezték a problémát, és megkapták ugyanúgy az információt. Tehát ha tiszteled saját magadat és a történetedet, tiszteled másokat is, végighallgatod, itt vagy. És ez a lényeg, hogy itt vagy rendszeresen. Mert mibe tart? Lefekszesz az ágyra, nézed, hallgatod a többieket, ezt egyszer, amikor elkezdesz keresni valamit a táskádba, hopp, már apukádnak a nevét kimondták meg a sógornődet, hoppá, akkor már te vagy az, gyere édesem, hallgassad. Á,
Hát meg nem csak az az igazság, hogy nem csak ezért megy, én legalábbis mondjuk most magából, mint tudjuk, általában a legtöbb ember magából indul ki, és ezért vannak nyilván a legtöbb sértődések, meg az összeveszések, meg mit tudom én. Én azt gondolom, hogyha bemegy egy ember a live-ba, akkor nyilván olyan helyre megy be, amit érdemes hallgatni. Nem feltétlen muszáj megszólalni, hogyha éppen nem, de hogyha ilyen tök jó humoros a hangulat, vagy éppen most van valami közvetítés, akkor van, de ha nincs, akkor meg akár még tanulni is lehet egymástól valami tök jót. Tehát nem tudom. Én úgy le tudok lazulni, az biztos, ezektől a szituációktól. Valamikor meg teljesen feldobódok tőle, úgyhogy aludni sem bírok. Úgyhogy ezek pozitív dolgok. Tehát, hogyha valaki bemegy egy live-ba, akkor ne feltétlen a kis agyába azt raktározza, hogy ó, de gyorsan már is csak azért, mert ingyen is, hú. Nem feltétlen erről szól a szituáció, hanem arról szól, hogy mit tud magáinak eltenni. Lehet, hogy csak egy mondatot, de lehet, hogy egy, mit tudom én, egy 15-20 perces közvetítés, mert hogy éppen akkora nagy lelki problémája van. Tehát ezt soha nem lehet tudni, hogy most melyik lélek vetődik most oda éppen a Csicsovszki úrnőhöz, és akkor mondja azt, hogy na, ezt most feltétlen add át, mert neked ezt most át kell adnod, és ennek most itt van a helye, pont. Így van. Meg azért azt hozzáteszem, szia Linduska, hogy azért nagyon sokan irigykednek rátok, azokra az emberekre, akiknek közvetítettem ingyen a live-ba. Na most ezt azért mondom, hogy nagyon jól figyeljetek a mondatokra, hogy próbáljam, hogy értsétek. És ezáltal ugye ti, a külsős embereknek, akik nem kaptak ingyen közvetítést, azoknak gyakorlatilag ti olyan különleges lényeknek számítotok, és ők szeretnének a ti cipőtökbe járni, és ilyenkor jön a vita, veszekedés, konfrontálódás. Szóval, úgyhogy nem kell elhinni mindenféle Réka Sikárolyt, meg Benedek uralmat, jó? Mert én ugyanúgy szívlellek benneteket, mint az első alkalomkor. Remélem, így ezt hallottátok. Hát remélem, mindenki hallotta, akire vonatkozik. Igen, mert a térdekalácsokkal nem tudunk mit kérdezni, gyerekek. Meg a részpán fütyülős rézangyalával sem, mert bizonyára én, van hátuli szemem, igen, meg középen, meg van 8. szemem is, és gyerekek, sokszor hallok olyan dolgokat, hogy azt a részpán fütyülős rézangyalát, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy eljut a távlati információ mindannyiótok számára, hogy ti maradandóak lesztek az emberek életében is, főleg, hogyha itt hallgatják a live-ot, mert ti kaptatok infót, és azt tudnotok kell, hogy mindig fogtok kapni. Itt a lényeg az, hogy nem kell meghallani a negativitást, a zsörtölődést, mert ők csak szeretnének a ti cipőtök. Értitek a lényeget? Értem. Jó. El kell engedni. Szóval neked kell növesztenünk. Úgy igen. Van. Tehát jó. Azt tudnotok kell, hogy soha semmilyen formában nem minősítünk senkit, nem bántunk senkit, mert hát az a saját számlánkon fog meglátszódni, szóval. Ja. Szia, Marcsika. Úgyhogy ebben ne is aggódjatok ezen, mint ahogy ugye Lindusra is múltkor mondták, hogy biztosan Lindus fizetett nekem a... Úristen! Azért volt! Igen? Pont rámondták! Jézusom! Hát mert az élő videók ott voltak, és ugye hát ott is egy térdekalácsa szólt be, aztán ugye hát a térdekalácsának igencsak égett a füle, mert ugye ő meghal azért, hogy az úrnő mondjon neki valamit, de nem fog kapni ingyen közvetítést, mert tiszteletlen. Tehát aki tiszteletlen velem, az alapjáról elvágják a szálakat. Ha privátban megkeres, kifizeti a szolgáltatást, állok rendelkezésére, hogy ne.
De azt is elmondom, hogy térde kalácsa volt x évvel ezelőtt, és azért olyan az élete, amilyen. Tehát azért én oda mondom a hibáitokat is, hogy mit tettetek, meg milyen céllal, mert a lélek elmondja. És ezeket tudnotok kell, hogy bocsánatot kell kérni, tudni kell a megbocsájtás szót, és működtetni, mert tényleg van, amikor nyilvánítunk ki dolgokat, vagy megnyilvánulunk, és sokszor olyan úgy kezeljük a mondatkörünket, hogy a másik megsértődik, vagy nem érti, és akkor azért mondom, hogy bocsássatok meg egymásnak, mert ott semmilyen téma nem volt, csak ugye nem tudja kifejezni magát, vagy rossz helyen volt, rosszkor, tudod? Szóval ja. Ez rossz helyen, rossz időben. Igen, úgyhogy... Ilonának válaszolnék a chatforra, hogy lehet, hogy nem engedhetik meg maguknak, de hát aki szeretne, kispórolja, én kispóroltam, és igenis, hogy megrendeltem a amit meg szeretnék, de annak ellenére előtte én mondtam, jóval követni kell Csaszki úrna jósor.hu-t, és annyit tudok mondani, hogy minden nap, igen, követni, és akkor bemenni a chatforra, és akkor hallgatni, amit mond, ha valakinek közvetít, és akkor, ha tényleg megragad, ami, hogy hihetetlennek tűnik neked az, hogy valós, amit ő állít, akkor igen, meg lehet rendelni neked is a csomagot, és akkor négy szem közt telefonon tudja neked közvetíteni, csak kimondottan neked, ami rád való, vagy rád illik. De gyerekek, hozzáteszem, hogy nem egy ökörára. 24 ezer forinttól 58 ezerig vannak az árak. El lehet dönteni, hogy ki mire adja oda az összeget. A többi ár mind plusz szolgáltatás. De egyébként, ha nem figyeltek, gyerekek, pont arról beszélünk, az igen. Inga közvetítésről, tehát a Violának is, a többi lány, Ildikónak is ingyen volt a közvetítés, itt volt a live-ba. Tehát ha nem figyeltek oda, akkor hát én nem tudom, hogy akkor csigabiga gyereki, hogy akkor énekelve mondjuk el. Tehát pont még ez külön a... levelet fogsz írni nekik, felkéréssel. Jó, esküvőre. Nagyon. Ugye? Jó. Tehát pont arról van szó, hogy a játszótéren találkozunk, és csacsogunk, és hintázunk, meg minden. Tehát az ingyen itt van az élő live-okban, csak követni kell az embert. És ne haragudjatok meg, ha én el akarok jutni, vagy én ez pont az a lényeg, hogy te tudni akarod-e, hogy éves szinten mi a problémád. Hát összekuporgatom a pénzt, aztán ráadom magamat, nem? Hát most, és a nyugdíjas nénik, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hát gyerekek, nem egy ökörára. Meg lehet oldani, ott vannak az árak, fel vannak tüntetve. Tőled függ, mennyi információt akarsz tudni. Ha manapság elmentek a boltba 10 000 forintért, mit kaptok? Vagy 12 000 forintért, gyerekek? Hát most 2 000 forintért nem fogok órákat ülni és közvetíteni senkinek privátba, gyerekek. Ha este 8-kor akarnak közvetíteni, szerintetek este már milyen energiák vannak? Jönnek a huhogók. Szeret anya nagyon. Hát azért gondolkozzunk már, egy albérleti díj, vagy egy kocsi fenntartás, vagy egy gyereknek adni kell. Hát gyerekek, hát na. Hát a benzin, tehát mindennek megvan az ára. Hát ezt nektek kell eldönteni, hogy mire költesz. Tehát ez nem kötelező, ez egy szolgáltatás. Hát ha neked nincs pénzed műkörmösre, vagy fodrászhoz, vagy mit tudom én, akkor eldöntöd. Tehát ez mindenki maga, ez nem kötelező, gyerekek. Azért ezt tudni kell. Hát igen. Persze. Ja, igen. Ezek a kedves emberek. Nem baj. Hát meg hozzáteszem, a tudást meg kell fizetni. Az idő pénz. Jó hallgassatok. Az idő pénz. Az, hogy én is most itt vagyok, én így döntöttem, hogy most ezeket az információkat átadom. Én lenyomom akár a 12 órát közvetítésbe, de olyankor olyan vagyok, mint aki 3 felest megivott volna, vagy 1 liter pálinkát. Most gondold el, én a szabad időmbe bejövök közvetíteni ingyen embereknek, és boldog vagyok, és tök jó dolog, mert ők is boldogok, én is hálás vagyok, és szia, hello, doboz, értitek? Tehát, de az a szabad időmből veszem el, és... megteszem, mert kell az embereknek, kell, hogy tudják, hogyan működik, erről szól. És akkor majd, mikor lesz pénzed, akarod, privátba megkapod. Csak hát várakoznod kell, mert tényleg annyian vannak, mint égen a csillag. És azért nagyon nagy erény, amikor egy látnokkal találkozol, aki konkrét dolgokat mond el, úgy neked, hogy soha nem beszéltünk. Hát van, mikor
együttesünk le a székről az ügyféllel. Igen. Igen, van ilyen is. Mert higgyétek el, én is naponta fejlődök, tanulok folyamatosan új dolgok, vannak nekem is olyan dolgok, ami még számomra is felfoghatatlan, de ahogy öregszek, én is látok még több-több dolgot. De azért, mikor olyan dolgot mondok, hogy Úristen, tehát azt nekem nem is szabadott volna látni, működik. Ez olyan, mint tehát a lakásodba bemegyek, úgyhogy 2000 kilométerre vagyok tőled. Látom, mi hol van a lakásodba. Tehát ha a lakásodba belelátok, akkor szerinted a szívedbe nem látok bele? Látom azt az urnát is a szobába, hogy ott van veled. És akkor visszajössz a bizalmammal, mert úgy gondolod, hogy akkor amit beszéltünk, vagy közvetítettem neked, akkor valamiért te megharagszol, és akkor neked áll feljebb. Tehát az ilyen emberek, akik visszaélnek a bizalmammal, azért, és ingyen közvetítettem neki hónapokon keresztül, hát az ilyenekre nincs rá szó. Tehát, hogy hálátlanok. A hálátlanó emberekkel nem tudok mit kezdeni. És sok ilyen van sajnos. Van, aki tiszteli, van, aki nem. És a videókat fel fogom tenni, az élő videókat, igen. És nem fogom leszedni, ha tetszik, hanem fel fognak kerülni, igen, hogy az emberek hallják, és azokat ingyen tettem, azokat a közvetítéseket, és köszönöm azoknak, akik megengedik nekem ezt. De ha nem engedi, akkor is ugyanúgy élőben elhangzik minden, mert sokaknak ez derogál, de kell hallani az embereknek, mert kell, hogy tudják, hogy létezik és működőképes. És ezzel segítesz nekem, én segítettem neked ingyen a live-ba, te meg segítesz ezzel másoknak, hogy hallhassák. És ez a csoda. És ezért csoda. És meg a Ildikónak, hogy bejönnek, meg a többieknek, és elmondják, mert kell beszélni róla. Mert így is, hogy hetente egyszer bejelentkezek, vagy beszélünk erről, még most se tudják, hogy mi az e-mail cím, vagy a bankszámlaszám. Szóval igen. Tudod, mivel segítettem már a két embernek? Azzal, hogy sokkal nyugodtabb voltam emiatt a történet miatt, és annyira nyugodt voltam, egyszer csak itt termett a ház előtt, a lépcsőház előtt, ahol lakom, két fiatal pár egy kisbabával. Hát ilyen karonülő kisgyermek volt, és üvöltöttek, mint az állat. Nagyon-nagyon feszültek voltak, valami nagyon-nagyon összekaptak, és tehát eléggé látszódott rajtuk, de már nagyon messziről lehetett hallani, hogy ők üvöltenek. És megkérdeztem, oda mentem tőlük, és megkérdeztem tőlük, hogy segítetek-e valamiben, mert hogyha nem tudnak nyugodtan beszélni, de ezzel a hangstílussal, tehát nem volt hangosabb a hangom, ő pedig, hát az egész utca hallotta őket, pedig azért eléggé hosszú az utca, és annyira jó érzés volt az, hogy nyugodtan el tudtam mondani azt, amit szerettem volna, nyugodjanak meg, mert hogy én el se tudom képzelni, de mondom, el tudom képzelni. El tudom képzelni, mert nem mondom el, milyen az életem, de mondom, igen. Nekem is vannak dolgok az életemben. Mondom, ti fiatalok vagytok, és hogyha büszke szeretnél lenni a véredre, mert azt mondtad, hogy nem látod már X napja, akkor meg maradjál csöndben, cipzárhoz be a szádat, szépen, nyugodjál meg, és beszélgessél. Beszélgessél nyugodtan. Ma nem lehet beszélgetni se. Mondom, ez nem beszélgetés, amit ti csináltok. Nyugodjatok meg, vagy hívok rendőrt. És akkor így a szemében néztem, és így, hallod? Mint akik így ledermedtek, és csendbe maradtak. Igaz, a csaj hívta ki a rendőrt az emberhez, de annyira gyorsan elmentek, hogy kb. Voltak ott vagy 3 percet, és annyira látszódott az arcukon a döbbenet és a nyugalom, és a pasi kapcsolt, aztán meg a nő is, és csendben maradtak.
És annyira jó érzés volt, hogy legalább az a kicsi gyermek, aki ott ül az apjának a karján, az legalább nem hallgatja már. Lehet, hogy a mai napon már, csak ha nyertünk egy napot, akkor a mai napon már nem hallgatja tovább ezt az ocsvány kiabálást. És ez annyira jó érzés volt, és ezt ezekkel a beszélgetésekkel, nyugalmakkal, meg mindenfélével az ember így össze tudja szedni. És múltkor is például ez a beszélgetés, ez teljesen jól esett nekem, meg a hangtálazás is. Olyan energiák szabadulnak fel az emberben, amire nem is gondolna az ember szinte. Úgyhogy lehet, hogy nem túlságosan nagy dolognak hangzik, meg nem egy luxusla jacht, de nekem ez is valami. Úgyhogy jó érzés volt. Hú. Itt vagyok. Itt vagyok. Itt vagy? Igen, itt vagyok, persze, hallgatom. Ilyen orsolya kopogna be. Nem tudom, hogy neki volt-e közvetítés, vagy sem. Egy pillanat, tartsátok már a frontot, csak jöttek, a postás jött pillanat. Jó, rendben. Na, szóval én annyit tudok mondani, hogy Judithhez nyugodtan bárki fordulhat, vagy is az kőgornőjósor.hu-n lehet regisztrálni, illetve megrendelni az ő számára kedvező csomagot, de itt jelen pillanatban a chatforumon senkinek nem fog jósolni, hogy mondd el azt, mert senkinek nem fog, ő most azért csinált ezt a live-ot, hogy elmondja, hogyan lehet regisztrálni, miként baloldalt fent rámentek a profiljára, arra a piros, gyönyörű szép képre, és ott meg lehet rendelni, ott ki van írva, hogy ki milyen szolgáltatást kér, és azt kell megrendelni. Anitának sikerült. Majd kapsz e-mailt, visszaigazoló e-mailt. Így van, és abban minden le van írva. Így van. De Mónika, itt hiába írod le 26-szor, hogy mondjon rólad neked valamit, azon kívül, hogy elmondja azt, hogy Mónikának hívnak, nem, ez nem fog semmit mondani, most mondtál 26 millióra, tehát nem... Anitának pedig annyit, hogy kapsz visszaigazoló e-mailt, ha nem is közvetlen, de egy jó, hát 24 órát mond Juditka, de hamarabb, én nekem megjött egy fél órán belül visszaigazoló e-mail, illetve a folyószámla szám, és oda kell utalni az összeget. Jó, arról hát abban igazából benne van minden infó, nem? Igen, és arról is kapsz majd számlát, ugyanis számlaképes. Hozzáteszem, számlaképes, a többiek nem, ahova én fordultam. Egyik se adott számlát. Hát igen, be kell követni. Így van. Így van, Marcsika, ahogy te mondod. Be kell követni, és akkor lehet ugyanúgy a chatfonon lenni, és úgyis meg fog bárkit szólítani, ha úgy van. Hát figyelj, ha ma rendelted meg, hát ahogy mondta, decemberre lesz. Ja, már december elejére mondta. Hogy addigra ad már időpontokat? Van, valami ilyesmit mondott, igen. Hát ez... Mi van most? Augusztus, szeptember, október van. Október, figyeljük a... 11. Október 11 van, hát egy másfél. Igen, szeptember elején rendeltem meg, és október végére kaptam. Ennyit el tudok mondani. Szeptember elején rendeltem meg, és október végére kaptam meg. De kivárom, mert fontos információkat ő fog nekem mondani, és előre segíteni a problémáimban. Amit ő lát, és én pedig nem. Hogy hol akadtam el, vagy mint, ezt ő tudja. Ő majd segít. Mint ahogy előtte volt bent egy hölgy, nem tudom, hogy hívták, ő is sok minden jó dolgokat elmondott. De hinni kell. Nem repülnek a szavak a falaknak, és peregnek le. Nem. Valósak. Én annyit tudok már, hogy valós. Igazak. Hát egy probléma, megoldás például annyi volt, ez is egy ilyen, hogy hogyan fogalmazunk. Egy pillanat, összeszedem gyorsan a gondolatomat, hogy
nem csak a jelent, nem csak a múltat, jelent jövőt, hanem egy intőjelet is, jeleket is, hogy mire kell vigyázni. Hát nekem is volt intőjel, de nem velem kapcsolatban, hanem a gyermekeimmel kapcsolatban. És valóban megtörtént, amire én nem is gondoltam volna, és igen, megtörtént. De a Jóisten kezdve benne volt, úgyhogy segített. És valóban megtörtént. Szóval ő már előre látta, holott én nem tudtam. És akkor én ott szembesültem a dolgokkal, ma Jóistenke segített, igen. Úgyhogy Juditka nem a levegőbe lövöldöz. Igazakat mond. Úgyhogy nyugodtan keresétek. De fel. Mindezek mellett ne felejtsétek el, hogy ti vagytok az életeitek a saját forrása. A Judit ebben nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni nektek, hogy melyik útra lépjetek, hogy jó útra lépjetek, és ez a legfontosabb. Igen. Tehát nem kell várni a tejbetököt, meg a mit tudom én, micsodát ahhoz, hogy ti most valaki majd megoldja helyettetek az egész életeteket, nem, mert önmagában ezek a dolgok majd szépen majd, ahogy feloldódnak ezek a blokkok, ahogy közvetít, és átbeszéli veletek ezeket a dolgokat, akkor az ott helyére fog kerülni. Valakinél előbb, valakinél utóbb, ez mivel, hogy két élet sem egyforma, így ezért nem lehet tudni, hogy akkor most akkor kinek hogyan alakul az élet szituációja. Valakinél hamarabb feloldódik, valakinél meg később. És akkor ez így nyilván alakul. Viola Marcsika kifut ki után? Ez a kérdés. Hát senki nem fut senki után, csak követjük Juditkát, mert érdekes információkat mond másoknak is, és mi szeretjük hallgatni. Ennyi. Én ez a vitát, veszekedést nem szeretnénk. Én sem. Bár egy kicsit, Görcs baba, én tudom, hogy ki vagy. Görcs baba, legyél saját magadra tekintettel, és az életszínvonaladra, és a mentális gondolkodásodra légy szíves, és tartsd meg magadnak. Mert ha megtartod, lenyeled kétszer, akkor még alakíthatsz jobb életet, jó? Úgyhogy légy szíves, ne is vegyétek a figyelembe a gondolatait, mert ő még hátul van. Talán 10 év múlva ott lesz, ahol ti. Köszönöm. Mi köszönjük. Mi is. Hát van, ez a hitetlenség, ennyi. Nem, ez nem, ez nem, ez Orhidea, vagy Ildikó. Na, már nem tudom, hogy hívnak. Figyelj, ez a féltékenység, és a félelem, és az irítségnek a nagyon durva keveréke szerintem. Tehát ez valami más. Ez a negatív, sötét... Úgy, nem baj, figyelj csak, gyertek is, jöhettek is utánam, hát hogy ne jöhetnétek? Na most ezzel mi a gond? Hát ez az. Probléma, hát egye meg kétszer, aztán rágja ki, köpje ki, jó napot kívánok. Hát most, ha valaki demonstratív, jellemtelen dolgokat nem viszünk be az életünkbe, azért mondtam, hogy térdekalácsa, sok van gyerekek. Látom. Igen, csak bizonyám. De azt tudnia kell, hogy több információt nem fog tőlem kapni. Mert ilyen gondolat. És tudom, hogy ki az. Ez a legszebb benne. Hát igen, mert te ugye még az alsó gatyába is belelátsz, drágám. Igen. Meg a bugyiba is. Igen. Aztán ott is lehetnek görcsök. Igen, meg még a szemetest is ki kell ám vinni, mert érzi a szagokat is, úgyhogy... Ja. Igen, igen. Megyek föl is, mosok mindjárt. Igen, meg azért most, na, én tehát nekem vannak kapcsolódásaim a hölgyekkel, a közvetítés kapcsán, ne minősítsetek már, vigyétek privátba a sztorit, vagy veszélyétek meg, de nem, tehát... Én tisztelem a Violát, az Ildikót, meg mindenkit, tehát én, nekem semmi problémám nincsen senkivel, hál' Istennek, mert hát miért is lenne?
Ugye? Aki tiszteletlen, az maga előtt vágja el a történetet, mert több ingyen közvetítés nem kap, úgyhogy... Ja. Tőlem, tehát nekem nem adott semmit, ugye? De nem is kérek semmit. Mit? Az áldást így is úgy is megkapom. Ha közvetítek ingyen, vagy privátba. Ha tiszteleten, az már ő fogja megvenni, nem én. Hát, mindenki úgy essa maga alatt a gödröt, ahogy akarja. Igen, úgyhogy szereti őket anya nagyon amúgy. Anya. Igen. Jó van, anya. Rész van fütyülős rézangyalát. Oh my God. Igen. Jaj, nekem ez a másik tetszik nagyon. Hát ezen ki vagyok nyúlva, ez a világjegy. Ez Corbin Dallas. A Corbin Dallas. Corbin Dallas. Én azon totál ki vagyok, jó, ez annyira jó volt. Mondom, ilyen nincs is. És a legdurvább benne, hogy előtte pár nappal látom a filmet megint. Imádom azt a filmet, én nem is értem miért. Hihetetlen. De látod és érzed ezeket, bárki is ír kamufiókkal. Igen, azt is látja, igen, Beus. Igen. Ahogy ne látnám, hát gyerekek, Usher 125-nek elmondom az életét. Nem nevekre kapcsolódok. Nem kell beszélnem ahhoz, hogy valakinek az életét elmondjam. Az, hogy engedélyt kapok rá, mert te megkeresel és segítsem az életedet, ott adsz egy engedélyt. De pont ez a lényeg, hogy a cseten lévőknek az életét ugyanúgy el tudom mondani, ha kell. Ja, hogy segítsem az életét. Szóval... Értem. Beus azt mondja, hogy mondta, igen. Nem kérdezte, tehát ő mondta a többieknek is, hogy ők úgy legyenek vele tisztában, hogy... Igen. Hát most... Tehát a bolondját nem velem járatja, hanem saját magával. Tehát pont ez a lényeg, hogy ha emberek életét tudom segíteni, konkrét nevekkel alátámasztva, én ugyanúgy látom azokat a dolgokat is, amit az Ildikó megtett, vagy milyen lépés, milyen utat járt be, az azt jelenti, hogy tudom, hogy milyen élete volt, tudom, hogy milyen ember. És aki be is ír egy információt, amivel sérti a vendégeimet, alapvetően megmutatják, hogy hol a szennyes. Gyerekek! Hát onnantól kezdve mindent mutatnak, hogy oda tudjad neki mondani, hogy tudja, hogy hol a helye. Mert meg kell tanulni azt, hogy tudni kell, hogy mikor kell csöndbe maradni, és mikor kell közhírré tenni dolgokat. Mert saját magunkat tudjuk leminősíteni olyan szituációban, ahol elkezdünk személyeskedni. Nem személyeskedünk. Tehát az, hogy információkat osztok meg, akkor sem megszégyenítő információkat adok át egy live-ba. És ha valaki nem tudja, hogy hogyan is működjön, hogyan osszon meg dolgokat, etikátlan dolgokat, demonstratív dolgokat nem hozzunk fel. Főleg nem egy chatbe. Na, gyerekek, hát nevetséges tényleg. Teljesen Disney volt. Disney. Jó, Istenem, komolyan mondom. Honnan veszed ezeket a szövegeket? Én nem tudom, csak úgy árad belőle, de annyira tök jó, vicces, nagyon, nagyon. Ja, és mindenkinek mondanám, hogy azon túl, hogy az úrnőit közvetít, és ráhangolódik mindenkire úgy, ahogy kell, van humora, és lehet vele tök jókat nevetni. És nem is kevés. Oh. Ja, így igaz. Igen, és szeretem a szalonnát is. Igen, meg a tepertőt. És ugyanúgy tudok közvetíteni tepertő evés közbe is, ha kell. Amúgy, ja. Igen, meg a tengerpartra is tudok közvetíteni. Igen. Holott szállítanom körülöttem, igen. De még milyen humora van. Haláli. Voltárió. Tehát gyerekek, nem kell itt halálian fúra bekomolyodni, hogy itt csak fényevők vannak, vagy mit tudom én, mit csodákat képzelnek rólunk, én nem tudom, de szóval jó a hangulat. Igen. Röviden és tömören. Ja, igen, azt el is felejtettem még mondani, hogy voltam egy live-on, XY, nem nevezem meg kiében, Juditka ott volt, és nagyon humoros live volt,
És a legvégén egy úriember, nem tudom, hogy biztos, hogy még a csatornán is vannak ilyen hölgyek, akik ott voltak, nem tudom. És bekopogtam a legvégén, és megkérdeztem, hát ilyen állatokról, hogy az állat szimbólumom micsoda. Hát azon is ledöbbentem. Igen, azon is ledöbbentem, amiket az úriember mondott rólam. Nem csak nekem, másnak is, mert többen voltunk ott. Csak igen, hihetetlen, hihetetlen volt, és igaz. Az is igaz. Azért mondtam, követni kell Juditkát, és ha ott vagytok, halljátok, megbizonyosodtok róla, nem kell köpködni, nem kell negatívumokat írni. Akinek nem tetszik, menjen, lapozzon, ha nem érdekli az ilyen dolgok, lapozzon. De aki meg nem is kell hinni, hogy mondjam, akit érdekel, akit érdekel a sorsa, a jövője, a múltja, az elakadása, kövesse be, nem tudok, vagy rendelje meg a csizaszki.hu, rendelje meg, és privát elmondja neki négy szem közt, telefon közvetítés alapján, hogy mi bántja, hol akadt el, mi a jövője, mi a múltja, stb. Stb. Én nem tudok ettől már többet mondani, Juditka bővebb beszédű, mint én, de hát ezt már elmondta ezerszer, milliószor. Videókat meg lehet nézni, ugyanazokban elmondta, többször el van mondva, akárhányszor bekapcsolom a telefon, ugyanúgy el van, ugyanúgy rámegyek, ugyanúgy elmondja. Én nem tudok ettől már többet mondani. Nem tudok ettől többet mondani, higgyetek benne, ennyi. Én hiszek benne, mert ő mondta a valós igazságot még idáig, meg nekem senki más nevekkel alátámasztva. Így van. És az a jó, hogy legalább valaki alátámasztja, hogy ez létezik, ez nem kamu dolog, és ez van. És vegyék tudomásul az emberek. Aki nem hajlandó, az meg úgy, ahogy mondod, nem kötelező itt lenni, induljon tovább. Ennyi. Meg egy Bambi. Na mindegy, édeseim, én lassan elköszönök. Én is pont ezt akartam mondani, hogy most már... Igen, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem. És köszönöm a behívást. Úgyhogy hát találkozunk még az éterbe szerintem, mert jövök én még később. Jó van. Úgyhogy puszi mindenkinek, jó hétvégét. Puszika. Jó hétvégét. Találkozunk. Igen, igen. Igen. Légy szíves, énekelje majd nekem, mert a hétvégén lesz a születésnapon, gondolj rám. Na hát nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. Köszönöm. Na ezt kiharcoltam magamnak, de szép volt tőlem. Szodika. Na, sziasztok! Sziasztok, minden jó szívesen! Hello, hello! Sziasztok, hello!